Szervusztok, kedveseink! A mai este azért gyűltünk össze, mert, amint már tudjátok, számos alkalommal beszélgettünk arról, hogy vajon mi lesz az emberi civilizációval, és ennek egy fontos aspektusa az, hogy miből fogjuk az energiánkat szerezni. És többen még konkrétan egyikről sem beszéltünk, de a mai napon az a szerencsés helyzet áll elő, hogy az atomenergiáról tudunk beszélni egy nagyon jó és kimerítő forrás segítségével, aki nem más ma este nálunk, mint Dr. Horváth Ákos fizikus, az Atomenergia Kutató Intézet igazgatója. Köszönjük, Ákos, hogy eljöttél. Szép napot, szervusz. Szervusztok, köszönöm a meghívást. Nos, hogyha nem haragszotok, akkor beletenyerelnék a lecsóba, és megkérdezném, Én. hogy uh, egy uh, gyors tapa jelleggel az olyan emberek számára, mint mondjuk én, akiknek nem különösebb ismerős az atomenergia, hogy mi ez tulajdonképpen, és mi különbözteti meg a többi energia előállítási formától, és mi a működési mechanizmusa. Na, ez egy jó kérdés. Ez egy jó felvezető. Kezdhetem azzal a személyes megjegyzéssel, hogy én sem értek hozzá, vagy ez így nem élik, nem élik ebben a... Teljesen jó. Nekem, a, nekem az egyetemi végzettségem, meg, a, meg az indítatásom, a képzettségem, az ugye nem nem kapcsolódik szorosan az atomenergia, a nukleáris energetikához. Én anyagtudományjal akartam foglalkozni mm -hmm. ilyen irányú szakra, aztán PHD képzésre mentem, és akkor, ahogy elkerültem az Atom Energia Intézetbe, ott természetesen akkor így az intézet egyéb tevékenységével együtt aztán bele kerültem, bele sodródtam egy a atomerőművekkel kapcsolatos ilyen fizikai jelenségek kutatásába. azt hiszem, hogy az én ilyen hozzá nem értő vagy ilyen laikus ismerőseim közé, között is elég általános az, hogy tulajdonképpen nem is igazán tudják, hogy tulajdonképpen az atomerőműben hogy is állítunk elő villamos energiát, vagy van esetleg valami elképzelésük erről, amit teljesen távol van a valóságtól, és igazából olyan érdekesen rácsodálkoznak, volt erre példa, amikor valakit így elvittem egy kirándulás alkalmával, vagy a régi osztálytársaim közül, hogy akkor nincs -e kedve esetleg megnézni, egy, megy egy buszos kirándulás az atomerőmbe megnézzük. És akkor olyan naivan rácsodálkozott, és nem is gondoltam, hogy ez ilyen relatíve egyszerűen működik ahhoz képest, amit ő gondolt. Tehát, hogy az atomerőműnek azért a működési elve az nagyon hasonlít, hogy a régi gőzgépek, vagy a, tehát a hagyományos erőműveknek a működéséhez, vagy, vagy, amit már a gőzgépeknél ugye föltaláltunk, tehát az, hogy megfűttünk egy masinát, ugye akkor jó befűtöttek a szénnel, és akkor megfűtött masina a hőenergiát mozgási energiával alakítva, utána aztán valamit majd ott megtekel, meghajt, és akkor későbbi világban ugye erre a, felére, erre a meghajtott felére ugye raktak egy, egy, generátort, és akkor az a generátor aztán villamos energiát tud nekünk előállítani. Tehát azt, hogy, hogy, mi először hőenergiát, tehát meleget állítunk elő, ez megmaradt, és teljesen mindegy, hogy most mi egy szénerőműről beszélünk, ahol a szénnel jó befűttünk, csinálunk meleget, gázzal ugyanezt tudjuk csinálni, vagy az atom, hasítás, tehát a maghasadás révén, és akkor erről majd mindjárt mondok egy pár szót, tehát hogy a maghasadás révén állítunk elő meleget, hőenergiát, utána ugyanarra kapta fára működik az egész folyamat. <laughs> Ennek a helynek vagy az nem vagy kaptafa. Igen, fa. valamiért beugrott, valamiért beugrott. Az ember azt várná, hogy ha már ez egy ilyen high-tech amikor valami szofisztikáltabb módon állít, de nem, nem erről van szó. A maghasadásnak viszont Viszont azért van egy-két olyan specifikuma, amit a másik oldalon meg ugye észrevettem az elmúlt évek, most már évtizedek alatt, hogy, hogy, amikor azért az utoljára esetleg az ember még a gimnáziumban ezt hallhattam, ma ha már nem, de még az én koromban még azért igen. Hát röviden, hogy a maghasadás folyán, ugye az megvan mindenkinek, talán én nagyon egyszerűen, hogy hogy atommagról ugye beszéltünk már az iskolában, hogy van, van mi az, hogy atommag, ugye az élet, az univerzum alapvető építőké, atomok, atommagok, és az, az, atomokon belül, ugye az atomokon hogy találunk elektronokat, meg atommagokat, és akkor a, amikor kémiai reakcióról beszélünk, ugye, elégetünk szenet, vagy, tehát egy égetésre gondoljatok, hogy bármire, kémiai reakcióra, akkor az biztos, hogy az valami olyasmi jelenség, ami az atomon belül csak az elektronokat érinti. Tehát az elektronokat történik valami, mindegy, hogy micsoda, érdekes, Idáig kémiai beszélünk. Abban a pillanatban, amikor olyan reakcióról beszélünk, ami az atommagot érinti, tehát az atommagot például meghasítjuk, vagy mit tudom én, tehát az hogy van változás, magreakciónak is hívjuk, tehát ez is, ez is a magyar neve, hogy magreakció, akkor, akkor, egy másik fajta jelenségcsoporttal találkozunk, és a kettő között ugye egyébként a következmény tekintve, például az energiában, a felszabaduló energiában is óriási differencia van. Tehát míg mondjuk egy kémiai reakció esetében, amikor az elektronokkal csinálunk valamit, ott ilyen néhány elektron volt energia bevitelről, vagy energia nyereségről beszélünk, most attól függően, hogy most melyik oldalon állunk, addig mondjuk, amikor az atommagról, vagy atommaggal kapcsolatos energiák, vagy az által felszólalnak, akkor meg a, ennek a milliószorosáról, tehát meg elektron voltos energiatartományoknak a, hogy mondjam, változásáról beszélünk. Tehát egy, egy hat nagyságra differencia van a két típusúra. Tehát amikor, amikor te egy erőművet arra építesz, hogy kémiai reakció kell, akkor ugye érezhetően egy, egy hígabb energiaforrással fogod üzemeltetni azt az erőművedet, mint amikor egy, egy mag reakcióra atomerőmű vagy fúziós erőműről beszélsz, Persze Be, szóval ezek között is még akkor lehetnek további különbségek, így a energiasűrűség stb. tekintetében, de ér, érzitek, hogy ez a kettő, ez már itt az elején így nagyon elágazik. És akkor ezért van szó, hogy egy fizikus számára innen kezdődik annak az értelmezése, hogy akkor mi a környezetbarát, mit érdemes csinálni, mivel takarékosulok jobban. Mert akkor a fizikus az ötön érti, hogy hát, ha egy olyan energiaforrást találok, ami hat nagyságrendel sűrűbb, tehát kevesebb anyagot kell használjak ahhoz, hogy ugyanazt az energiát felszabadítsam, hát akkor ennek valahogy illik környezetbarátabbnak, takarékosabbnak, nem tudom, távolba mutató. A, uh -huh. tehát, hogy a, tehát ezt a fizikus így, így éli meg, nyilván egy mérnök, aki már ennek a részleteit látja, meg akkor az összes komplikáció, mi lesz a hulladékkal később. Tehát ez már nyilván utána elbonyolódik, de érted, a, 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 a gyökere ez. Tehát az atom magban lévő energiák felszabadításával és sok-sok nagyságban több energiát tudunk ugyanannyi egységnyi tömegű anyagból felszabadítani, és ez a ez hatotta meg az embereket, hogy tehát ez keltette föl azt az érdeklődést. Hát ez úgy nyilvánult meg ugye a 40-es években, hogy hát felrobbantottak egy atombombát, az elsőt, és akkor rácsodálkoztak, hogy, hogy mekkora energia van ebben. Tehát akkor nyilván a bevitt tömeghez képest látták a hatást, tehát ott, ott, ott elég gyors volt a visszacsatolás, és akkor ez, ez, egy, ez el tudjátok képzelni azt a sok hatást, amikor, amikor, szembesültek vele ugye a szélesebb körben az emberek, akkor azért az 50-es, 40-es évek, 50-es évek elején, akkor viszont egy, 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 óriási érdeklődés volt az egész világban, minden országban, hogy ezt meg akarjuk ismerni, ezt a technológiát, és, az, és akkor szinte egy időben, ennek volt is egyébként egy indítópontja az 53-as Genfi konferencia, tehát, tehát hogy egy időben volt egy politikai egyesség, hogy akkor, akkor, ezt nem fogjuk háború célra, akkor békés hogy, szóval, hogy akkor oda kell figyelni erre, mert azért ez egy veszélyes játék, és akkor ugyanakkor az azzal lehet biztosítani, hogy megtanítjuk a, az egyes kormányokat, és akkor tulajdonképpen ez egy kicsit kontroll alatt tartjuk, hogy mi történik. Uh -huh. És akkor így a kutatás, tehát a nukleáris kutatások akkor egy kaptak egy ilyen nagy lendületet. Tehát az 50 es években is szinte mindent a világon. Ez akkor akkor kezdődtek az atomerőműveknek Így az van. A... Igen. A akkor atomerőművek építése, ez a kutatóreaktorok, uh -huh. tehát az, amivel ugye mi is itt, itt, rendelkezünk Budapesten, ugye most úgy képzeltek el, hogy 53-ban volt ez a konferencia, ahol történt az a döntés, meg a nagy érdeklődés, meg nem tudom mi. Három évvel később, 56 tavaszán, már ott volt Csillebércen, ott voltak a tervek, a kutatóreaktor tervei, hmm. ami úgy ma, ma is áll. Hmm. És három, szintén három évvel később, tehát 59 márciusában elindult ez a kutatóra. Tehát, Nem tudom, hogy ez a drámai pillanatot el e képzelni, nem. vagy ez a, a drámai, nem tudom, érzést, mert ez, ez ma, még ma is engem úgy meglep, hogy 50 es évek ide-oda, háború után vagyunk egy, egy, egy félig szétvett országban, nem tudom, és három év alatt az az épületet, ami ott van, tényleg, ha van került egy el megnézni, egy robusztus épület, és a benne lévő berendezés. Tehát az az utolsó csavarik. Tehát, hogy jó, lehet, hogy a védelmi rendszer nem volt akkor olyan, mint ma, oké. Okay, tehát az informatika rendben van, nem olyan volt. Tehát biztos, biztos nem volt a pont olyanok. De elindult egy olyan, ami ma is elindult, elképesztő. Tehát három év alatt, tehát ma három év alatt mi történik? Hát igen, rá Most térnem hirtelen egy kérdés elég arra, hogy aztán 2014-ben írtuk alá, hogy a PAS-2 bővítés, és azóta egy kapavágás nem történik, és eltelt kb. 9 év kb. Jó. Szóval azért nagyon a érezhető a különbség, hogy ebben az időszakban ez mennyire foglalkoztat az embereket. Én azt szeretném kérni tőled, hogy azért most térjünk vissza egy kicsit oda, hogy az ember megismerkedhessen azzal a folyamattal, hogy az atommagnak a hasítása az hogyan történik a reaktorban, és hogyan szabadul fel ilyen energia. Mit kell csinálni? Mert az nyilvánvaló, hogy egy szemet elégetünk. De egy atommaggal mit csinálunk? Igen, És egyébként pedig a... mondom, uránt kell szerezni hozzá. Lehet uránt is, meg más is. Tehát ugye az uránnál felfedezték ezt, hogy, hogy ott, ott van egy, egy ilyen hasítható, tehát az angol terminológia is így szól, tehát hasítható izotópia, ugye minden Természetes atomnak ugye vannak izotópia, ezt azért még talán tudjuk. Tehát, hogy amikor az izotopok azban különböznek egymástól, hogy az atommagon belül e, neutronok száma e, hogy tér el. E, és az úze uránnak is, e, mondjuk, valószínűleg ezeken véletlen felfedezések voltak, tehát keresték ezeket, uh -huh. ezeket a hasítható izotopokat, vagy akinek emiatt lehet tanulmányozni. És hát többek között az urán az, az képes ilyenre. Urának a 235-ös számú izotópiát hmm. használjuk. Önmagától is bomlik, tehát ő saját magától spontán is elhasad valamilyen valószínűséggel. Ez nekünk még kevés lenne, tehát ugye ebből elég kevés számú energia, vagy, vagy kis mennyiségű energia szabadul fel ahhoz, hogy ez, hogy ez így elég legyen, ezért forszírozzuk, tehát azt csináljuk, hogy, hogy direkt ütköztetjük neutronokkal, és hát ezeket a neutronokat honnan veszük? Hát egy másik elhasadt Urán uh -huh. magból, Tehát uh -huh. hogyha hogy a uránmagokat egymás mellé pakoljuk előszámban, akkor a, akkor a hasadáskor kiszabadulnak ugye a neutronok, kettő vagy három. Érdekes ez a kis véletlen szerűség benne, tehát ugye a természetnek van egy ilyen kis játéka, hogy most vagy ennyi, vagy annyi. Tehát hogy kiszabadul bele valamennyi, és akkor az, ami kiszabadul, azt föl tudom arra használni, hogy egy másikban ő egy forszírozott hasítást érjen el, és akkor továbbiak szabadulnak ki, ugye, mm -hmm. és, akkor, és így tovább. És akkor van ez a fogalom, ez a kritikus tömeg, amivel biztos találkoztatok már, tehát ez azt fedi le, azt a, azt a képzetet, vagy azt a fogalmat, hogy nekünk, nekem egy megfelelő számú uránmagot kell összepakolni, hogy ezek a, ezek a kiszabaduló neutronok éppen elegen legyenek a, a spontán mm. esetben, és akkor elindul ez az egész, és akkor Ugye ennek egy része nyilván elmegy valahova, ahol nem hajt hasznot, szóval, hogy mondjam, a kiszabaduló neutronkár egy részét nem tudom hasznos, a másik részét igen. Kell? Vagy hevíteni, hát ő, ő, ő vagy ezt megcsinálja. Vagy csak egy ő ezt be megcsinálja. Igen, ütköd, be a, a egy neutron helyben. fog ütközni egy atommaggal, uh -huh. nekem ahhoz sem más nem kell csinálni, csak a lehetőséget megteremteni, uh -huh. tehát ezeket elég közel kell tennem, és lehetőleg a köztük levő akadályokat kell eltüntessen, most uh -huh. ez a köztük levő akadály, ez egy atom erőműen, például az a bizonyos szabályozó rúd, Ugye, a fékezőről szabályozom, akár le is tudom állítani. Tehát, hogyha azt a betolom, akkor, akkor meggátolom, hogy, hogy a megfelelő számú neutron elérjen másik magot, és tudjon hasítani. Tehát, le tudom őket. Ezen kívül, amiről nem beszéltem, tehát, hogy ennél az urános esetnél maradva, amikor a hasadás létrejön, és kijönnek a, a friss neutronok, ugye a hasadás után rögtön, hogy kijönnek, azoknak van egy kezdő energiája, tehát azok, azok nem, nem, nulla sebességgel jönnek, mm. -hmm. És elkezdenek repülni. Tehát mm -hmm. van a repülés, vagy annak a sebessége, az lefordítható energiára, ugye? Tehát ez, ez világos. Igen. Tehát hogy itt te az a szemléltetjük, ez a klasszikus világkép, persze nem így van, de hogy a fejünkbe, hogy azért valami ezt tudjuk kötni, mindig ilyen biliárd golyókat képzelünk, mm -hmm. tehát itt a golyók szaladgálnak, ugye persze, hogy ez csak félig vicc, mert mert valamennyire tényleg működik a dolog, ez a kép, de azért ez egy modell, ezt azért tudjuk. Tehát ilyen bilárd, bilárd képzelünk, nagyobb, nagyobb golyók a atommagok, és akkor egészen picik ezek a neutronok, amikor ott a repülnek, a szaladgálnak, és ezeknek a kezdő sebessége, amikor kiszabadul, ez, ennek is nem egy, egy konkrét sebessége van, de ezek még elég nagyok, tehát nagy sebességgel jönnek ezek a neutronok, és egyébként a fizikához hozzátartozik az is, vagy ez a konkrét esethez, hogy azzal még nem tudok, ezzel a nagysebességű neutronnal nem tudok eredményt elérni, tehát az, az, túl nagy sebesség ahhoz, hogy egyébként ő hasítson egy másik uránt, konkrétan le kell lassítanom. Yeah. Tehát, és, és, ugye ez, nyilván ez a tudás, ez hiányzott egy darabig, szóval hogy mondjam, ez, ezért van az, hogy, hogy csak úgy összepakolom az urán, nem biztos, hogy az Aha. rögtön működni fog. Tehát hogy az a tudás, az kell, hogy oké, okay, összepakolom az uránt, a két, nem kettő darabot, de szóval sokat, hogy összepakolom ezeket a magokat valamilyen formában, akkor közöttük kell lennie egy olyan lassító közegnek, ami elvégzi azt a feladatot, hogy nagy sebességgel kijövőd, az belassítja abba a sebesség tartományba, ahol majd ő fog tudni hatást elérni, a, a tehát magyarul mm -hmm. bont, tehát hasítani tud egy magot. Tehát azt, és ez a, ez a ez moderátornak hívják, tehát moderátor vagy lassító, vagy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, tehát egy, egy, egy közeg, és ez egyébként az atomerőműben jelen pillanatban, ugye a mai legelterjedtebben működő atomenő típusokban. Ez víz. Hm. Az víz és a víznek a hidrogén atom, tehát a vízmolekulából a hidrogén atom. Ugye ennek Én most azt hittem, hogy a, a, a vízre kifejezetten a hűtés véget van szerepet, de akkor is. is. Igen, is. Így van. Uh -huh. Tehát azért, azért kellemes a víz, tehát azért egy jó anyag a víz egyébként, sok más mellett persze, mert ezt a kettős funkciót el tudja látni. Aha. Tehát, hogy miközben a vízzel elviszem a hőenergiát, tehát állandó áramlásban van az a víz ott, tehát egy folyamatos hőelvitel van, azzal veszem ki ugye tulajdonképpen a, a keletkező meleget, mert uh -huh. ugye maradjunk annál, hogy itt meleget csinálunk, uh -huh. azt a vízzel veszem ki, de ugyanakkor használom a vízbe lévő hidrogént arra, hogy elvégezze ezt a bizonyos uh -huh. lassítást. És egyébként ez egy formát ölt, vagy miután az ember Igen. beindítja? Igen. Gondolom a beindításhoz nyilvánvalóan energia szükséges, hiszen Önmögelt, a, több, itt, itt ebben a az belülján, esetben szansz, nekünk szanszul. azért nem kell, hogyha nagyon sokat összepakolsz, akkor a spontán hasonlás miatt neked van elég, ilyen spontán keletkező neutronod. Ez a kritikus. A kritikus, az uh -huh. urán esetében arról van szó, hogy ő, ő egyébként bomlik valamilyen sebesért. Tehát uh -huh. valahány darab urán mindig bomlik, uh -huh. és, és akkor abból a valahányból kellene sok. Neutron mindig kiszabadul, uh -huh. de hogyha te egyébként, amikor összepakoltad az atomraaktorba ezt a sok uránt, és jól teletömöd valami valami fékező anyaggal, tehát ez a szabályozórod, amit benyomsz, akkor nem tud elindulni a a, a, a láncreakciónak ez a mértéke, uh -huh. hogy akkor ugye fölmelegíti a közeget, hanem akkor elhalt, tehát akkor inkább az elhalás irányába uh -huh. ment. Na, tehát ugye nem egy tehát egy, hasonláskor, egy urán hasonláskor nem egy neutron keletkezik, ahogy mondtam, hogy kettő Kétő vagy három. három. És akkor ugye ez a, a kettő vagy három, az érezhetően az akkor ugye szaporítani ezt fogja, igen. tehát az a szaporítás Múlti. irányába Aha. löki, de hogyha te ezt egy fékezőanyaggal kiveszed, vagy szóval el, elhalasztod ezeket, tehát a kettő-háromból már csak egy vagy már egy sem éri el a következőt, akkor szerintem nem fog uh -huh. tudni. De a spontán miatt állandóan van egy egy folyamatos termelés, egy folyamatos termelés, és akkor kihúzod a rudat, akkor ezt engeded, uh -huh. engeded szaporodni, és akkor... És ez a, az a spontán bomlás, ez, ez, az, amit úgy szoktak kvantifikálni, hogy felezési idő, vagy ez más? Ez más. Tehát a felezési idő az egy, az egy általánosabb jelenségre utal, tehát a, a, a radioaktív bomlás szoktuk jellemezni. Ugye a radioaktív Na, az is kapcsolódik természetesen a mag magokhoz, atommagokhoz az a fogalom, de ugye nem csak az uránra, vagy hogy vagy ez ezzel a maghasadásos jelenségre korlátozódik, hanem úgy általánosságban arra a jelenségre, amit radioaktivitásnak hívunk, tehát, tehát az atommagok így a természetben, tehát most a periódus rendszerről beszélünk, ugye bizonyos atommagok valamilyen oknál fogva nem stabilak, esetleg az atommagokban jelenlévő neutronoknak a száma az egy icipici több, mint a ami éppen kell a, a energia és akkor mm. ez a, vagy, vagy, vagy más tulajdonsága egy kicsit eltér az optimálistól, ezért előbb-utóbb ő megválik ettől, vagy valamit, tehát kibocsát valamilyen részecskét, energiát, valamit tehát átalakul, és ez az átalakulás közben, hogy, hogy az energiáját hogy az optimális felé közelítse, ő kibocsát magából akár egy fotont, egy részecskét, tehát valamit, egy elektront is tud, tehát na mindegy, nem folyamata... megyünk bele, mert ez elég, elég szertág az, De az és a folyamat a, És ez a folyamat uh, révén ugye csökken a csökken a radioaktív izotopok száma egy adott ilyen statisztikai számot. Uh -huh. tehát abból a rengeteg atomokból ugye elkezd csökkenni a szám, és a felezési idő az arra jutal, hogy mennyi idő alatt feleződik meg. Értem. Tehát okay. fogy, folyamatosan fogy ez uh -huh. a radioaktív uh, magok száma egy ilyen sokaságban, és akkor egyszerűen a felezési idővel csak azt jellemzed, hogy mennyi csak a felére, uh -huh. uh, azaz mennyire gyors ez a folyamat. Most egyébként ez, ez direkt beutala arra is, hogy mennyire intenzív a sugárzása Aha. valaminek, ugye? Hogyha, hogyha valaminek nagyon nagy ütemben fogy a radioaktivitás, az, az ugyanakkor másikor azt jelenti, hogy valami sok radioaktivitás bocsát ki, tehát uh -huh. ő egy nagyon intenzíven bomló, azaz az erősen radioaktív, mit tudom És én, anyagú. Az urán vagy? például? A urán az, nem, az uránnak nagy a felezési ideje, uh -huh. ő, ő elég lassan fogy, uh -huh. ugye? Tehát, tehát most így hadd nem mondjak számot, elnézést kérek, de hogy, tehát, hogy ő, neki nagy a felelős ideje, és ez a spontán bomlással ő szép lassan fogy, gyakorlatilag ilyen, ilyen föltörténeti kor Aha. nagyságrendben tűnik el ugye az urán, és akkor tulajdonképpen Hát ezért is találkozunk vele ma ebben a formában, hmm. mert ugye nem, nem volt ideje neki teljesen elfogyni. Tehát akkor ebből a szempontból is ideális benga az urán, ugye? Ebből a szempontból is, egyébként mondjam azt, hogy ugye ma már azért ugye jól földerítettük a magreakciókat, tehát azért itt a fizikusok nagyon sokat tudnak erről az egészről, tudnak olyat is csinálni, vagy tudunk olyat is csinálni, hogy, hogy gyártunk ilyen hasítható magokat. Hmm. Tehát ugye úgy csináljuk, hogy a magreakcióknak egy másik formája az olyan, hogy én valahonnan veszek neutront, hát most az legyen akár egy uránnak a, az urán hasítás során az a két-három neutron, amit felszabadul, de mondjuk Más is lehetne, mint egyszer, szóval ha van nekem valamilyen forrásom, onnan van neutronom, és ezt úgy vegyük így, adottságként, és az például a plutóniummal ütköztetem, vagy más atommag is nyilván tudna ilyet, akkor tudok olyat csinálni, hogy hogy az urának például a 238-as és az opiózpont csinálja ilyet, hogy befogja a neutron, tehát az alkalmas energiával repülő neutron befogja, és akkor ezáltal ő átalakul, és akkor ő ő belőle esetleg lesz a következő lépésben egy egy has, hasadó vagy hasítható izotóp. Mm -hmm. Tehát tulajdonképpen tudok csinálni. Na most ez, a, ez egyébként egy fontos kérdés ilyen szempontból, amit feszegettél, hogy hogy csinálok hasítható izotópot, ezzel gyakorlatilag annak a szimonimát mondtam ki, hogy üzemanyagot gyártok egy atomerőműhöz, mm -hmm. igaz? Tehát e, igazság szerint a katonák meg ezt másképp fogalmazzák, tehát csinálok e, üzemanyagot a bombához, igaz? Tehát mm -hmm. hogy tehát szaporítok. Dúsítás. Dús... Ez a hát a dúsítás az más. Oh, dúsítás az más. De, de nagyon fontos dolgokra kérdezem, mert ezek a, ezek, az ág, ezek a különböző ágai ennek a technológiának. Tehát, tehát amikor szaporítok, akkor az azt jelenti, hogy egy adott közegben, tehát izotópoknak a közegében előállítok, tehát fölhalmozok olyan izotopokat, amivel aztán például ebben az esetben ugye üzemanyagként hasítható formát állítok elő, akkor, akkor az ha, ha elhasítom, akkor felszabadul az energia, és akkor értem, szóval ha. azt használom. A dúsítás, meg tulajdonképpen az a művelet, amikor te ugye bányászod valahol az uránt, hiszen ez valami érc. Ugye uránércből bányászunk, kémiai kéményleg, stb. És a természetes uránban, amit tudunk bányászni, abban 0,7%, 1%-nál kevesebb ez a hasznosítható, tehát ez a, oh. ez a, ez a elhasítható, hasznosítható 235-ös izotóp ez uh, 1%-nál kevesebb. Aha. Akkor ezért mondják azt, hogy Kevés. Én azt hittem, hogy ugye nem kell olyan túl sok belőle, nem, hogy azért, nem. azért Persze. van, hogy kevés, mert hogy nagyon keveset lehet belőle hasznosítani. Igen, és akkor ugye a, volt, van olyan reaktor design terv, tehát van olyan megoldás, amivel ezt tudom hasznosítani minden különösebb dúsítás nélkül, mert mindjárt mondom, mi a dúsítás, de jelen pillanatban nem, nem ezek az uralkodó típusok. Volt ilyen, meg van is, meg tudunk kicsen, de egész egyszerűen, hogyha a hasítható izotopoknak a mennyiségét az adott térfogaton belül, az adott anyag belül én földúsítom, tehát az 1%-os előfordulást megemelem. Jellemző például Aha. a kereskedelmi atomerőművekben 5% alatti, de azért egynél jóval több százalék, tehát 1 és 5% közötti százalékú az a. 235-ös izotóknak az Ezt. aránya az anyaghoz képest. És akkor ez azt segíti értelműszerem, hogy akkor neked abban az adott zárt térfogatban, akkor, akkor több atom atommagod van. Tehát ez a bizonyos láncreakció, amiről itt nem beszélünk, ez akkor ugye létre tud jönni. És amikor az atomerőművet bepakolod a friss fűtőlemet és elindítod, ugye hallottatok biztos ilyet, hogy egy atomerőmű az mondjuk a másfél évig tudja hasznosítani az, üzem, az, egy adott adag üzemanyagot, tehát amivel elindítják, tehát egy ilyen üzemanyag bepakolás után másfél évig nem nyitják ki, tehát addig folyamatosan jár. Ez alatt a másfél év alatt az történik vele, hogy ez a kezdeti túlsítás szépen elkezd lefogyni. És akkor a, a főleg azokon a részeken, ahol a, a tehát a közepénél, ahol a leg, intenzívebb ez a reakció, tehát a, ugye, a geometriai okok miatt ugye ott vannak a legsűrűbben, legközelebb találkoznak, ott szépen lemegy a, ez a dúsítási százalék, lemegy erre az egy százalék körül értékre, akkor azt a részét kiemelik, ebből lesz a kiégett üzemanyag, uh -huh. ami, ami azt jelenti, hogy ma a kiégett üzemanyagban mindig van egy százaléknyi olyan hasítható uh, uh, urán 235 ami végül is értékes üzemanyag, de kivesszük azért, mert az, a, abba az atomerőmbe, abba a geometriába, abba a dizájnba már nem tudom hasznosítani, nekünk már kiégetett. Uh -huh. és, és csak hogy értsétek, tehát hogy amikor kiveszem, és tudom, hogy van benne még, a, a szóhasználatunk is az, hogy ez nem hulladék, hanem az, hogy kiégett üzemanyag, az is ez nem ugyanaz, mert hogy tudjuk, hogy még van benne hasznosítható anyag, meg egyébként is, most nem ragozom, de majd visszatérünk rá, tehát hogy a, a az urán 238 is egyébként, meg, meg esetleg, ha fölhalmozódik benne még plutónium izotók tehát hogy az is egyébként egy hasznosítható része. Tehát van hasadó képes része, meg az is, amit esetleg hasonló képessé tehetek. Uh -huh. Tehát nem nevezem hulladéknak még egyszer. És, de manapság ugye eldobjuk. Tehát ma az történik, hogy az atomerőmben, amikor bepakoltam a friss hűtőelemet, kiégettem, egyébként egy, igazából egy friss kazetta, az Elindul a, a külső körből, és például a pakson ugye négy, négy éven keresztül benne maradt, tehát mindig egyre beljebb kerül, egy, tehát a külső feléből megy egyre beljebb, ahol egyre koncentráltabban, egyre jobban, sűrűbben körbeveszik őt más órán maguk, tehát az a füttelem, ez megy befelé, és a negyedik év végé jön ki. Hmm. Tehát addigra eltűnik belőle ez a kezdeti 4, valahány százalék, mondjuk egy százalék körülre csökken, így szépen így négy év alatt tehát, hogy a, és utána kiveszem, kirakom, és akkor egyébként mindig, amikor átrakom, tehát kívülről beteszem, akkor a helyére bejön egy friss, és is, akkor ez is, így, uh -huh. ez én átrakásnak, hogy üzemanyag. A, a számukkal nekem problémáim vannak. Nekem is. <laughs> Ezért érdekelne a kritikus tömeg. Ez azt jelenti, ennek van-e kapcsolata azzal, hogy mely, milyen mennyiségű fűtőanyagra van szükség ahhoz, hogy üzemel, üzemeljen egy atomerőmű? Igen, tehát a kritikus tömeg azt, azt, használják más értelemben is, tehát mondjuk amikor te atombombát akarsz csinálni, mm -hmm. vagy, tehát ugye, az, az, a, az, a, kritikus tömeged, ami fölött beindul ez a bizonyos láncra. Tehát ezt, 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 kritikus, kritikusságnak is, tehát az a, ami, aminél, aminél egyszerűen átbillent, tehát a, 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 keletkező neutronok, minusz, az a veszteség, ami elmegy valamiért, mm -hmm. meg nem tudom, elnyelődik nem hasznos értelemben, az azon kívül, ami van neutron, az még mindig tud elegendő számú hasítást végezni, és akkor, és akkor folytatódik okay. a láncreakció. De ez, 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 ez. a másik, vagy máshogy fordítom a kérdést, hogy összességében milyen mennyiségű, mondjuk kilogramban uh, hasadó anyagra van szükség ahhoz, hogy például paks működjön? Hát passz, de ezek ilyen tonnák. Tehát tonnák. Persze. Aha. Hm. És egyébként, tehát onnantól kezdve, hogy beindul a láncreakció, hogy lesz ebből? Nekem iPhone bedug a konnektorba, és töltődik. Igen. Ugye az a, ott tartottunk, hogy amikor eléred azt, hogy legyen magasodásod, és, és felszabadulnak neutronok, nem csak neutronok, természetesen azáltal, hogy a ö, szétesik az atommag, ilyen fragmentumok keletkeznek, tehát ilyen hasadványok, nevezzük így. Ö, azoknak a mozgási energiája, tehát ezzel, hogy ez ott szétesett, mozog, nem tudom, ütközik, az, az hőenergiát termel. Még pedig ugye az előbb mondtam, hogy a kémiai reakciókhoz képest sokszor, sokszor több. Egy kilogramm üzemanyagra nézve, ugye ilyen 16 konos vagy szóval ilyen nagy, körülbelül ilyen hmm. nagyságrendű a differencia. 10 a hatodikonos. Hát, ugye az? Igen. igen. Tehát tehát ez a, egy hát ahogy, ahogy, mondtam, hogy mondjuk az elektronvoltos kémiai reakciókhoz képest itt meg a elektronvoltos magreakciókról beszélünk, hát természetesen ezeket a finom részletek nyilván hangolják, de hogy, szóval, hogy érzétek az, az átfogást, hogy ez, ez körülbelül Az a, az a mozgási energia, azok a, az, a, az a hő, hőenergiával alakuló mozgási energia, az átadódik ugye első lépésben a, a szerkezeti anyagoknak, amik ugye a füttelem az ilyen tabletta formájában össze van ugye préselve, ez az urán-oxid össze van préselve ilyen pici tablettákba, a tablettát egy fém csőbe helyezik bele, egy viszonylag kis, körülbelül 8, kevesebb, mint 8 mm átmérő ilyen kis fém, oh. fém csőbe, aminek a fala is ilyen milliméter alatti, tehát ez hmm. tényleg egy vékony falú kis kis átmérő, kis fém cső és akkor a fémcsőnek a fala ahol veszi föl ugye első körben a meleget, értem szóval az jó fölhevül, mm -hmm. és a falon kívül már víz van, tehát ott áramoltatjuk a vizet, a kis csövek azok ugye össze vannak rendezve, ilyen kötegekbe be van helyezve a, a reaktornak a tartályába, megfelelő mm. a helyekre. A geometria itt nagyon fontos, azért nagyon fontos a geometria, mert akkor a csövecskék között, hogy mennyi víz van, az ugye fontos ebből a moderálási szempontból, Aha, beszéltünk. Mm. Tehát, hogy a, Kilépő neutron, amikor eléri a másikat, hogy ott mennyi vizen halad át. Mm -hmm. Tehát, hogy mekkora az a vízréteg, mert azon fog lelassulni. Mm -hmm. és akkor ez vajon kiszámolva? <laughs> De, nagyon <durva> az, <laughs> Menj, nem tudom, egyetlen. Az van kiszámolva. Tehát, hogy, hogy az, a, az, a vas, az a vízréteg, az pont elég legyen, hogy a. a és ugye nem egzakt veszünk, itt nem exakt számokról beszélünk, egy statisztikát, tehát, tehát itt rangekről, tehát egy, egy mm -hmm. tólig sebesség határból egy másik tólig határba érkezünk és a, a magreakcióknak valószínűsége van. Tehát attól, hogy most egy neutron találkozik egy másik atommaggal, ott a, ott a reakciónak valószínűsége van, ez nem egy determinisztikus, hogy biztosan megtörténik. De értem hogy ha egy bizonyos sebességtartományban van, akkor nagy a valószínűsége. Na, tehát ugye így erről beszélgetünk, és akkor ezt a geometriát ugye ki, ki Számolták, ugye? Tehát ez, ez, ez a tervezés, ez a reaktornak a tervezés, azt a kömmet, És akkor annyi vízréteg van a csövecskék között, és akkor igyekeznek ezt ilyen körkörös szimetriával minden irányba tartani ezt a távolságot, tehát minden, minden irányba a csövecskék között akkor a vízréteg van, értedek? Szóval ez, ez a lényege. És akkor, ahogy, és akkor közben a víz az áramlik. Tehát az nem baj, hogy áramlik, a lényeg az, hogy a, a megfelelő vízréteg vastagság megvan. És akkor közben ezek a csövecskék, hogy melegednek, ezek a hát burkolatnak hívják egyébként ezt a, ugye a, szaknyelven, ez a cladding vagy burkolat. Tehát a burkolatanyag, a cirkónium nevű fém, tehát anyagnak a ötvözeteit használják, és ugye azért éppen azt, ez is egy ilyen kísérleti úton, elsőre kísérleti úton találták meg, de hát nyilván akkor még ugye az 50-es években ezt azért gyorsan kellett, nem nagyon volt idő, és kicsit azért szerencsés nyilván segítette a kutatókat, a cirkónium az tulajdonképpen átlátszó a neutronok nézve. Tehát, ez vala, tehát ezt így nem lehet így exhas vagy, 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 vagy papíron kiszámolni, miért, a cirkonium az nem nagyon lassítja le ezeket a kilépő neutronokat, de hogyha például mondjuk acél, tehát vas, vas alapú fémet tennél oda, az viszont már sokkal jobban hmm. Tehát hogyha te acél burkolattal látod el ezeket az urán tablettákat, akkor számolnod kell vele, hogy több neutronot fog elnyelődni, tehát neked egy nagyobb dúsítással kell nem működtetned, így van. Tehát a cirkónium az meg nem, nem nagyon nyeli el, hanem ott már csak a vízréteg működik, uh -huh. és akkor a cirkónium az egy ilyen kellemes fém, egyébként nagyon jó tulajdonságú film, tehát mechanikailag ő egy ilyen kvázi ilyen szuper képléke, tehát ő, 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 ő nagyon ő nagy tud klasszikus, tehát maradó, deformáció tud elviselni, törés vagy szakadás, vagy nem tudom, mi nélkül. Tehát ez egyébként egy nagyon jól viselkedő anyag. Tehát akkor a hőtágulása is gondolom ennek megfelelően. Hőtágulását azt nem tudom fejből, hogy, hogy mekkora, de van neki. Persze. Tehát gondolom miközben... nagy hőt kell elviselni. Így van, ott, tehát a... néhány száz fokos. Ugye, kívül olyan 400-425 fokos a fal. Ó, Belül ér. a tabletta ilyen 1.800-2.000 fok körül van. Lát. És a tabletta meg a fal között van egy pici légrés, és akkor azon a, tehát ott van egy hőlépcső, tehát ott a falnak a belső felején, azt most nem tudom fejből neked megmondani mennyi, de, de a 400 valánynál azért valamivel több természetesen, tehát a belső részen azért uh -huh. nyilván melegebb, kívül már csak ilyen 400-425 ez a, ez a Ugyanakkor a víz maga, amit ő fölmelegít, ott megint van egy lépcső, tudjuk a cirkoniumnak a felületén ugye nő egy nagyon vékony oxidréteg, tehát dioxid vagy szat. Szóval egy oxid réteg mű rajta, és ugye az is egy réteg, tehát az a, az a néhány mikrométer, vagy néhány tíz mikrométer oxidréteg, az megint egy szigetelő réteg, tehát a, tehát a, a, a vizet magát már csak ilyen 310-320, ilyen Celsius fokra wow. melegíti föl. Hú. Tehát, hogy így ilyen hát elég, vízböz, elég, de... hogy? De... És lenne, gőz lenne, hogyha annak a nyomása ugye atmoszférikus, tehát normál nyomáson lenne, akkor az el is párolom, és akkor azért nyomják le, tehát azért van nyomás alatt az egész atomerőmű kör, hogy ez a víz ez továbbra is folyadék legyen. És ezért ugye attól függően, hogy most hány Celsius fokra tervezik a reaktort, tehát ezt a működő körét. Attól függően változik a nyomás, mondjuk mit tudom én a én jén szerint szerintem 120-125 bár, tehát ez a nyomástartomány. <laughs> az, egy, egy a, a, az az amerikai dizájn, ugye mi a, ami a, az orosz-szovjet dizájnt követő, tehát nekünk az van, egy picit eltérőek a paraméterek, de nem nagyon. Az az amerikai design, az meg 160 bárra van tervezve, és akkor egy kicsit a hőmérséklet is más nem, nem érdemi a különbség, most ez csak így nyilván így alakult. Na és akkor kérdezted, hogy hogy lesz ebből villany, tehát hogy miután nekem van egy ilyen melegvizem, egy ilyen 300 valány fokos melegvizem, utána azt ugye, ugye forgatom így körbe, tehát kiviszem, és egy, egy hőcserélő segítségével első körbe átadom egy másik vízkörnek, ez, ez inkább, abból a szempontból érdekes, hogy, hogy akkor ez a, ez a primer köröm, ez ugye közvetlen érintkezik azért a füttelemekkel, Igen. akármi történik, mert ugye meleg van mégiscsak, csak, tudom még ez a kis vékony csövecske kilukadhat, szóval föl kell erre is készülni, akkor a vízbe kijuthatnak radioaktív részecskék, és azért, hogy ezt a vizet akkor így zártan tartsuk, ezért nem ezt a vizet használjuk munkára, tehát Aha. nem ezt vezetem utána Van ilyen reaktortípus is, aminél ezt csinálják, de, 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 a jobban elterjedt az a másik, ahol ezt a vizet akkor zártan keringetem, és egy hőcserélő segítségével átadom egy másik vízkörnek, tehát azt is fölmelegítem vele. Uh -huh. Ott már más a hőmérséklet. Most adná tudjuk meg én ilyen számokat, mert ebben tényleg nem, nem vagyok jó. De szóval, hogy ez egy kicsit kisebb hőmérsékleten megy, más nyomáson, tehát alacsonyabb nyomáson, alacsonyabb hőmérsékleten, és abból a, abból a körből generálok gőzt, tehát abból fejlesztek gőzt, és a gőzt turbinákra engedem uh -huh. rá, tehát uh -huh. egyszerűen megforgatok le uh ilyen -huh. lapátkerekeket. És akkor, mint ahogy 300 évvel ezelőtt, nem tudom, tehát igen. Hogy a gőzzel megforgatok ilyen lapátkerekeket, uh -huh. és amikor azok forognak, azok szépen a, a generátort meg így bepörgetik, és a generátorból meg le, leveszem a Aha. a villanyt. Tehát az, az, az ahogy mondjam, onnantól kezdve úgy néz ki, mint a dinamó, tehát hogy én forgatom, és akkor... <laughs> Nekem vagy... még senki nem mesélte ezt ilyen részletesen, hogy tudja, hogy hogyan működik igen, egy ilyen reaktor. Igen. De igen. hogy egyszerű, nem? Tehát alapvetően egy egyszerű, egy csomó része jól ismert, tehát ez nagyon lényeges, tehát ezek a hagyományos előnybű típusból, és csak ott az elején ott van egy, egy uh -huh. pici fizika, egy reaktorfizika, ami ami bejött így az 50-es évekbe vagy a 40-es években, hmm. és egyébként zseniális, amúgy, ha meséljem még azt mert talán annyi időtök van, hogy, hogy én nem értek persze ehhez az egészhez. Tehát ez, most én is csak így nézem meg, hogy a kollégáim ezeket hogy számolják. Tehát zseniális az a része, hogy, hogy amikor még azért a számítástechnikai eszközeink azért messze nem voltak ott, ahol ma vannak, ugye úgy van, van egy valamilyen elképzelésünk, hogy hát az 40 50 es években ezek hol tartottak, tehát a számításnak a kapacitás, hogy kell ezeket kiszámolni, hogy akkor most a, a az urán tabletták között mekkora vízre ja, ezeket igen. ki kell számolni. Nyilván van akkor papíron, meg a valami egyszerűbb eszközökkel. És akkor ugye, hát olyan, hogy mondjam, olyan geometriákra kellett gondolni, meg tervezni, amiket ugye relatíve könnyen meg tudunk számolni, akár papíron is. Le kellett egyszerűsíteni a feladatokat. Nem lehetett a maga bonyolultságában valami számítani, amikor számolt ki nekem, hogy ez, és ezért nagyon erősen, van. tehát akkor gondolkodni kell. Tehát hogyha nem, ha nincsen jó eszközöd, akkor gondolkodnod kell, hogy. világos. Kell lenni. Ja. És akkor tulajdonképpen ö, vissza kellett vezetni a feladatokat oda, hogy hogy lehetőleg csak egy körcikre számoljuk ki ezt a feladatot, és az, és akkor legyen szimmetrikus a rendszer, és akkor az a körcik az, ugye, hogyha ott működik, akkor körben mm -hmm. mindenhol. Wow. Tehát, okay a szimetriákat nagyon erősen kellett használni, és akkor mindennek ilyen... Így kevesebb volt a Pontosan, ezzel csökkentettem a számítási igényt, és akkor a szimetriákat használni kellett, és ami, ami, ez az egyik fel, nagyon klassz szerintem benne, tehát ez a, ez a, ez a trükk, vagy ez a ötlet, a másik, ami nagyon tetszik nekem, hogy ugye az egészben éreztétek, hogy emlegettem ezt a véletlenszerűséget, tehát hogy van egy statisztikai jelleg ennek az egésznek. Nem tudom, hogy hány darab neutron keletkezik pontosan, nem tudom, hogy ennyi vagy annyi, bizonyos rossz is ennyi, bizonyos annyi. Tehát akkor, hogyha sokatom magom van, akkor, akkor van, egy, van egy range, van egy eloszlásom, hogy, hogy körülbelül hány darab neutronról beszélek. Az persze minden fele megy a térben, tehát az, hogy most pont arra megy, az, az, az csak egy bizonyos frakció ebből. És akkor van egy, van egy ilyen statisztika az egész mögött, és statisztikai módszerekkel kell számolnom, tehát statisztikai eszközökkel, statisztikai számítási apparátussal, és egyébként, amikor ezeket próbálták így végig számolni, hogy akkor nézzük, hogy hogy működik, hogy jön ki a matek, akkor ugye a, akkor jöttek be, még azokban a kezdetleges számítógépes időben, már, már tudtak ilyen számítógépeket használni, sorsolni kellett véletlen számokat, hogy, hogy, szimulálják ezt a véletlen, a természetnek ezt a véletlenszerűségét, és egy ilyen, hogy a véletlen szám kell előállítani a, azt a darab neutront, és azzal úgy végig számol, nem tudom, hogy akkor ez a, ez a véletlenszerűséget imitáló ilyen modellezés, és hogy milyen halál pontosan működik. Tehát az, ami döbbenetes az, hogy az egész a véletlen alapuló matematikai eljárás, és egyébként, amikor én megkérdezem tőlük, hogy, mondjátok meg nekem, hogy, hogy mit tudom, én tíz napig működtettem, most mondok egy vad példát, ami persze nincs a valóság, tíz napig működtettem a reaktort. Mekkora lesz a radioaktivitás annak a csőnek, és megmondják, és az, és az gyakorlatilag tényleg annyi. Aha. Tehát, hogy meg, oda megy, mész a mérőkész, tehát elképesztő az, hogy, hogy ez hogy működik, tehát ez, a, ez a, ennek az ereje. Ez egyébként úgy is hívják ezt a, ugye minden fizikus ismeri ezt a Monte Carlo eljárás, hogy Monte Carlo módszert, és az, Kasszino. arra épülő, és az arra épülő szoftver. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, nagyon régi, bevet, jól ismert szoftver, amit fejlesztettek, és egyébként a nevében is az, hogy Monte Carlo. Azt e a randomitásnak a természetében igen, végül igen, is meg lehet bízni. Hát igen, igen, meg lehet, de nekem, ez, de, ne, de nekem ez valahol egy olyan, ez olyan, fura, hogy ez így tényleg így működik, pláne, hogy ugye a, ezt a randomitást egy olyan eszközzel állítod elő, ami, ami meg nem is működik. Tehát nem, nem, tehát szóval nem ezzel uh -huh. a random elven működik, hanem egy ilyen determinist, egy számítógépes, tehát egy, 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 egy számítógépes kóddal generálsz véletlen számokat, ami nyilvánvalóan nem igazi véletlen, lehetne olyat is éppként csinálni, mert próbálkoztak olyan, hogy a természetnek a random jelenségeit felhasználva, tehát akár ilyen részecske fizikai, vagy ilyen részecske használva abból generálni jelet, és akkor az adja. De ez a jelenre is van példa, de, de alapvetően nem erről van szó, arról van szó, hogy te, te, számokat Igen. egy számítógéppel, és valahogyan próbálod a megfelelő algoritmusokkal garantálni, hogy ez tényleg azért hasonlítson egy mi az, hogy hasonlítson, Tehát yeah, kell ahhoz igen, egy metrika, igen, kell, igen, le kell mérned, hogy mit legyen, tényleg véletlenszerű-e. Azért érzed, hogy azért igen, ez nem. A kvantumfizika is ilyen egyébként. É, abszolút. Igen. Ez a arról szól. Ez az, az, ez Ákos, egészen szemléletesen elmondtad, hogy hogyan működik a reaktor, de akkor miért hatalmas, gigantikus és miért egy olyan egészen bonyolult épület, amit tíz év alatt kell felépíteni? Ja, mitől, mitől lesz ez ilyen borzasztó? Igen, nye? meg drága. Ez drága, nagy. Meg. Meg. Hát igen, na erről, erről tényleg sokat lehet nyilván beszélni, ilyen különböző aspektusból megközelíteni ezeket a dolgokat. Hát nem is tudom, honnan kezdjem. Tehát ugye nyilvánvalóan, amikor az elsők épültek, akkor ezek nem voltak ilyen óriási robusztus és ilyen, nem tudom, nehezen felépíthető darabok. Ez, ugye ez, ez tiszta az első atommágia, amiről tudunk, ugye, Csikágói Egyetemen, ott a futballstadion pincéjébe összerakták. Nem voltak olyan védelmek, nem voltak olyan falak, és ugye nyilván amikor nem is tudták, hogy mire számítsanak, hát akkor ugye a, a, a leállító mechanizmus így ilyen kötélen függött, és akkor ott állt valaki egy baltával, Én hogy elvágja, beleesik, és akkor tényleg leáll. Mi baj tehát, lehet? Tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ugye, tehát, de hát nyilván az első, az, annak így kell kinézni, ez egyszerűen egyértelmű. És akkor, amikor megcsinálja ugye a, a, abból a működő példány, tehát akkor odaadják a mérnökök, mint a fizikus így kikísérletezi, eljátszik vele, stb., na, akkor innentől most már ti dolgotok akkor jön a mérnök, és akkor értem neki kell köré tervezni valamit. Na most el tudom képzelni, hogy eleinte ezek pontosan úgy néztek ki, mint egy szén vagy nem tehát egy semmiféle ilyen vastagabb valami. Amiről biztosan tudhattok már akkor is azért az, az, hogy hát a sugárzástól azért óvni kell az embereket, a személyzetet minimum. Tehát, hogy azért akkor a falat azért kell köré húzni, hogy azon elnyelődjön. Na most ez, hogy milyen vastag fal nyeli el a nem tudom milyen sugárzást, azért ennek a számítási módszertan azért akkor többé már hogy megvolt. Tehát, tehát biztos, hogy benne, hogy akkor egy, egy méretezés, tehát egy mérnöki méretezés uh -huh. meg lehetett csinálni. Tehát tulajdonképpen nem, nem önmagában ettől a primer védekezéstől lesz ez ilyen borzasztóan drága vagy nagy darab, ami közvetlenül az atom ö, reaktor zónáját körbevevő védelem hanem ugye manapság már, ugye rengeteget tanultunk azokból a az esetek, balesetekből, incidensekből, amik ugye az elmúlt, nem tudom most a hány évtizeden segítsetek, 70 év, vagy nem tudom hány éve van atomerőmű. Igen. Tehát mondjuk egy, az elmúlt 70 évben azért, hát elég sok eset történt azért, és ebből azért tanultunk. Tehát azt azért el lehet mondani, hogy hogy ezek a tapasztalatok nem vesztek el hiába nem beszélnek mindig róla, meg, meg esetleg bizonyos eseteket már nehéz lenne a könyvtárából így előttúrni, de azért nagyon szerencsés az, hogy azért a, azért a mérnöki társaság azért tanult ezekből, és akkor ezeket beépíti. Tehát a, tehát a, a védelmeknek egy jelentős része, ami ma, amit ma látnod kell, azok ugye már arra készítik föl ezeket az atomerőműveket, hogy hát nem tudod leállítani. Tehát egy elindított meg azt nem tudod leállítani. Na akkor mi van? Nem tud leállítani. Akkor ugye túlhevülhet az egész berendezés, így beszéltünk róla, hogy nagy nyomáson, nagy hőmérsékleten megy az egész, akkor ugye annak, annak lehet, hogy kiszabadul ebből az a viszonylag nagy térfogatú közeg, mert a hűtőközeg és annak az energiája, ugye a váltunk ilyen például, az, hogy az elég nagy rombolást tud végezni, és akkor szem méretezik arra az épületet, hogy az a, az, az a primer kör, vagy szokták egyébként Nuclear Island, vagy Nukleáris Szigetnek is, ugye itt az építkezés kapcsán elhangzanak néhány kifejezés, hogy mi az a Nuclear Island, mitől, tehát egy atomerőműben mi az, hogy Nukleáris Sziget. Szóval az a része, amit közvetlenül így a, a, reaktor zónát körülvevő, a primer körnek ezek az alkatrészek, amit tulajdonképpen levéc egy, egy nyomásálló ilyen Hát kupola ilyen épület, szemés, ilyen, igen. igen, egy ilyen épület. Azért lesz kupola, hogy ugye jól bírja. Tehát uh -huh. egy, ugye, ugye a geometriája is kedvező ahhoz, hogy hogy bírja, hogy haladta, feszül valami. Uh -huh. Tehát, hogyha kiszabadul onnan a közeg, egy egy nagy hőmérsékletű gőz, hát annak van megfelelő munkavégző képessége, és akkor arra megméretezi az épületet. Tehát ettől ez az egyik ok. Uh -huh. Tehát, tulajdonképpen a, a lehetséges balesetekkel szembeni védekezés, ami azért az elmúlt évtizedeknek a, hogy mondjam, a tanulási folyamata. Aztán ahogy ugye felőttek a reaktorok, és emiatt, hogy az építkezésbe követték ezeket a óvatos, hogy mondjam, tervezéseket, hát több persze elkezdett egyre drágább lenni szerűen, hiszen, akkor a, hiszen akkor a beton meg minden miatt ugye jó drága lesz az egész épület. Értelmeszerűen akkor veszi meg a kedves vevő vagy a befektető ezt a berendezést, hogyha az meg is térül belátható időn belül, tehát akkor utána kellett menni, a a teljesítménnyel, tehát uh -huh. nagyobb teljesítményű reaktort kellett beépíteni oda a beton alá, hogy, hogy akkor ő, ugye meg is Megjeljön. termelje az árát. És akkor viszont na most az a klassz, hogy így mondjam az atomerőművel, hogy tulajdonképpen egy viszonylag kis térfogat növekedéssel, egy kis változással a dizájnban óriási teljesítménynövekedést tudsz elérni. Tehát ahogy, hmm. ahogy, ahogy, növelték ugye a teljesítményt, attól nem nőtt olyan mértékben az épület. De nem lineáris összefüggésben. Hát területen. igen, mert ugye itt a geometriai viszonyok miatt ugye nem, nem, kell, hogy lineáris legyen, kivéve akkor, hogyha csak arról beszélsz, hogy mondjuk a fűtőelemek hosszát, hosszát növeled, ugye, akkor igen. persze lineáris, de, 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 de ugye így, 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 nem persze. Tehát igen. hogy a, hogy a kerületét ennek az ónak az egy, az egy kör, 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 körös, ugye, tehát hengeres szimmetriális, akkor azt, hogy növeled, az nem, ott nem lineáris lesz. Na most, hogyha ezt elkezded növelni, tehát akkor tudsz egy nagyon nagyobb teljesítményt, és akkor elindultak ezek a nagyobb dizájnok. Ugye a paksinál pontosan tudjátok, hogy az eredeti az 440 megawatt elektromos, tehát az, amit a generátorról kiszedünk, az, az eredeti az 440 volt, most 500 megawatt. Annak ugye a, a primer, tehát amivel a, amikor a meleget előállítják, az ennél háromszor nagyobb, mert, a, mert az átalakítás, tehát a melegből, miközben én villanyt próbálok előállítani, ott vesztek energiát, tehát az átalakításnak a hatásfoka az ilyen 33 százalék, hmm. ilyen egyharmad egy harmad, mondjuk. Ezt szokták még egyébként negatívunkin az atomerőműeknél, hogy hát ugye az átalakításnak a hatások a relatíve kicsi, mondjuk gázerőműhöz képest. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem a, az 500 megawatt villanyjal szemben, amikor én előállítom a, primérön a a melege, meleget az uránból, akkor egy 1500 megawattos hő, hőenergia, hőforráson van valójában, itt erről beszélünk, mm -hmm. és akkor erre, erre tervezték az épületet. Most ez az 1500 megawatt hőenergia, ez szépen idővel, ugye már, már a 80-as években is, nem csak most, ez szépen fölment, ugye most teljesítményben megjelentek a 900 meg 1000 megawattos reaktorok, hát aminek körülbelül az ilyen háromszoros, mondjuk 3000 megawatt a, a hőenergia, tehát, tehát ott volt egy óriási nagy fejlesztés, ugye? de például 1000 megawattos reaktor teljesítmény fölött, már ez egy villamos teljesítményre vonatkozik, amit mondtam, megjelent ugye a, biztonsági számítások szerint, mint kötelező elem, vagy ilyen elvárt elemként, hogy a, a, reaktorzóna alá kell tenni egy ilyen csapdát, egy ilyen zóna csapdát, amivel adott esetben, hogyha már nagyon, ha van egy baleseted, egy olyan súlyos baleseted, aminél túlhevül a reaktorod, akkor egyszerűen olyan mennyiségű hő keletkezik a zónában, megolvasztja az üzemanyagot, ez a legsúlyosabb, ami esetleg előfordulhat. És akkor az, hogyha az, az a nagy mennyiségű olvat üzemanyag eléri a reaktortartálynak az alját, akkor a reaktortartály, ez a, ez a vastag acél nagy robusztus tartály már nem tud ellenállni, tehát átlukat, tehát, átluka, tehát ki, ki jön belőle, mindenképpen kijön belőle, és akkor kell egy csapda, ami megfogja. Ugye ez a pakskett Nél, vagyis adnánk a technológiával, amit oda választottunk, ez, ez szintén be van tervezve, mert ez is egy 1000 megawatt fölötti. Uh -huh. Most erre mondom egy hogy példaként, hogy, hogy, hogy ha 1000 megawatt alatt vagy, akkor nem biztos, hogy ez kell. Például a régi, tehát a most üzemelő paksnál, lennél a 440 vagy 500 megawattos berendezésnél nincs ilyen. És például pont a mi intézetünkben mi egy kísérlettel bizonyítottuk, hogy nem is kell. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt a teljesítményt, amit ő ott egy ilyen súlyos balesetnél egyáltalán elő tudna állítani, ezt, ezt ki lehet hűteni. Tehát, ha benne van az acéltartály, akkor az egy kívülről, azzal a vízmennyiséggel, ami ilyen korott rendelkezésre áll, ki lehet hűteni. Tehát nem kell alá ez a bizonyos csapda. Na most ez a csapda ez önmagában egy költségnövelő tényező. Uh -huh. Tehát itt elgondolkodtató ez a kérdés, hogy akkor megyek-e ezer fölé, vagy nem megyek. Uh -huh. Ugye? De hát ez, ez egy bonyolult, mert ugye nyilván mindent mérlegelni kell. Szóval ilyen ilyenek uh -huh. vannak. 82-ben, amikor 82-ben nyílt meg a paks, ugye? Igen, az egyik blokk, tehát az 82-86 között emlékszem. Hogy tehát, hogy folyamatosan, alkalom, hogy amikor igen. El, először uh, igen. üzembe helyezték, igen. akkor még csak egy reaktor működött, vagy hogy, hogy, hogy történt nem hát Ugye a, most négy darabban. Igen, tehát négyet, négyet építettek, és akkor szépen egymásnál adták őket, át. tehát ezek ilyen. Aha. Úgy rémlik, hogy általában egy ilyen uh, erőmű az olyan 30-40 éves időtávra szokták tervezni, ennek az ideje most telt le, már 82, Végebben. 2022. Tízes évek, években telt le. Tízes években? Igen, igen. De most 30-ig van meghosszabbítva, de a minap igen. azt olvastam, hogy lehetséges, 50-ig. Ez hogyan lehet? hogy egy, Mert azt is utána néztem, hogy azt hiszem, hogy Angliában van egy olyan ö, erőmű, ami 47 éven keresztül üzemelt, ez a leghosszabb. Aha. Aha. Nem, szerintem Svájcban van a leghosszabb, nem? Én nem hát, megfogtatok, mert én nem szoktam ezeket időt. Én úgy tudom, hogy a, a, a Beznó szóval. uh, uh, az 69 is. óta 90. folyamatosan üzemel. Egyébként volt az egy másik. Akkor? Hát, hát az már 70, vagy. 50. 70, tehát igen, akkor nem, akkor, uh, akkor 54. Igen. 54 év. amit én láttam utoljára. Meg, meg volt még egy másik az Colder Oyster Hall. Creek, ami a legöregebb volt. Eltelkező. Na mindegy, de hogy az akkor, az akkor ezek szerint jó biztonsággal lehet ezeknek az erőműveknek az élettartamát növelni? Ö, Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán igen. 30 hát tervezők, és még voltak éppen dupla annyi igen, ideig igen, működik. Igen, igen. Ez, jó, hát nézz, nézzük, nem, hát nézzük meg, ugye, hogy folyamatában ez hogy nézett ki. Tehát azért, amikor a 80-as években elindított paksot ugye megtervezték, az mondjuk úgy, hogy a, mit tudom én, a 60-as, 70-es éveknek a tudása, ugye? 20 évvel vagyunk tulajdonképpen az első, tehát tehát ugye oroszok, szovjetek tervezték, 54-ben, 1954-ben indult el Oroszországban az első, egy ilyen abszolút kezdetleges, de, de már erőműnek tekinthető, azért mert egyetlen villanykörtét működtettek róla, tehát ettől már erőmű volt, hiszen villanyt yeah. állított elő, tehát hogy ez a szóval, aztán... Tehát az 54. Most 54 után, a, ami most Pakson üzem, az mondjuk 20 évvel később már meg kellett tervezni. Ugye, tehát volt most mennyi tudás halmazódott föl azóta, vagy, az alatt az idő alatt, és azóta még mennyi, amivel most rendelkezünk. Tehát egyszerűen ebből, tehát ebből a különbségből jön ez, amit kérdezel, hogy most akkor meg lehet-e vagy nem. Ez, nem. ez nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen uh, hasraütés. Vagy, é, Ez olyasmi, egy anyag, tehát anyag, anyag uh, problémákra, illetve egyéb kérdésekre visszavezethető, uh, eldönthető, tehát műszakilag, mérnökileg eldönthető kérdés. És, és mögötte, tehát, a, tehát a, a, az oka, tehát a mély oka az abban keresendő, hogy mennyi tudást szereztünk, uh -huh. és ezt a tudást folyamatosan építjük be nem csak az üzemeltetési gyakorlatba, hanem a tervezési gyakorlatba is. És tulajdonképpen ez a tudás ez részben az üzemeltetőknél halmozódik föl, mert hát ugye az csak ők dolgoznak alá, de, de nem csak, vagy nem kizárólag, hanem ugye az úgynevezett ilyen kutatóbázisok, kutatóintézeteknél, uh -huh. És, a, és ezek a kutatóintézetek is megosztják egymással a világon. Tehát a, ez, a, ez, a, szakma egyébként ilyen szempontból az összetartó, hogy a, a nem csak az üzemeltetők működtetnek olyan szakmai szervezetet, amelyik körbe-körbe jár egyébként a világon, is vizsgáztatja, hogy mondjam, mindig a másik el, uh -huh. és akkor gyűjtik a tapasztalatokat. Hanem a, hanem a kutatók is egyébként ugyanúgy az üzemeltetőkről tudnak, tehát kölcsönösen, de a kutatók is egymás között és ez a tapasztalat, amit fölhalmozunk, ez teszi lehetővé, most így röviden mondva, aztán elmondhatom a részletesebben is, tehát amikor a, a paksot annak idején megtervezték, akkor ugye hát szerencsénkre kellő tartalékkal terveztek. Tehát az, amikor ő azt mondta, hogy 30 év üzemidőre tervez, a mérnöki gyakorlat szerint abban nyilván belerakott uh -huh. valamekkora tartalékot, a tartalékot tetten lehet érni, a szerkezeti anyagokban, gépekben, nem tudom, tehát különböző komponensekben, milyen, ki, melyikben milyen formában jelent meg ez a tartalék. Például volt olyan komponens, ugye, aminek a, a teljesítményében volt, tehát maga a komponens egy, 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 egy forgó lapát, vagy egy, bocsánat, nem egy lapát, egy ilyen, egy ilyen szivattyú, tehát annak a forgó kereke, az, az tudott gyorsabban is. Forog, de tud nagyobb sebességgel is áramoltatni vizet, de nem, arra, de nem azon használták, hanem egy kisebb sebességgel. <coughs> tehát akkor benne volt például egy olyan tartalék, hogy, hogy meg lehetett növelni a teljesítményt, mert a vizet gyorsabban is tudták. Jó, ez engem meglepett. Ilyesmiket. Tehát a tartalékok beépítésével és annak a fölfedezésével, hogy itt, itt vannak tartalékok, mert a tudásunk az nagyobb lett. <coughs> tehát, onnan, tehát bátrabban fogyasztottunk abból a tartalékból. Ez egy filozófiai kérdés, hogy meddig mehetünk el. Egyébként amit feszegetsz, az ugye, az egy, az egy nagyon mély kérdés amúgy, tehát ezt persze el lehet intézni egy ilyen mérnöki, egy meg fizikusi válaszsal, hogy semmi gond, egy most jobb algoritmusaim vannak, realistább modellt tudok fölépíteni az autómerőműre, pontosabban ki tudom számolni, hogy hogy történik ez a, amit elmondtam hosszasan, uh -huh. ez a magreakció, abból Igen. számított hőenergia, mi történik a vízzel, abból ezt végig kell számoljam, egyébként az a teljes kört, ezt, ezt ugye reaktorfizika, termohidraulikai számításoknak hívjuk a kettőt együtt, manapság már elnevezik ilyen fancy módon, hogy multiphysics, tehát, tehát hogy a többféle fizikai mm -hmm. jelenségnek egy ilyen egységes kezelése. És akkor, tehát most már vannak jobb modelljeim, realistában tudok számolni, pontosabban letomírni a valóságot, nem tudom mi az, hogy pontosabban elnézés, de, de ugye azért érzitek, szóval azért az ember domborít időnként, hogy most tudom-e biztosan, hogy tényleg jól számolok-e, hogy most az a részeske, az tényleg <laughs> azt de mindegy, szó szóval van egy jobb számításom, és akkor a végén kijön, hogy hoho -ho, gyerekek, hát itt még emelhetek egy kicsit a mit terem, teljesítményen, vagy működtethetem tovább, mert azt hittem, hogy az a reaktortartály az el fog öregedni, a sugárzás majd vagy jól megöregíti, mi az, hogy megöregítem, mert az történik vele, hogy az acél elkezd olyan lenni, mint egy, üveg, egy üvegtartály, egy tehát, üveg tehát, repedékeny, uh -huh. rideg, rideg, anyaggá válik, de aztán kiderül, hogy nem, mert, mert, mert túlbecsültem a, a sugárzásnak a hatását, alul alulbecsültem az anyagnak az ellenálló képességét, vagy valamilyen effektussal nem számoltunk 50 évvel ezelőtt, mindegy. De most pontosan tudom, mert egyébként ugye telt múlt az idő, tehát gyűltek a kísérleti tapasztalatok, és akkor egyszer csak 2010-ben, amikor a Paksnál úgy döntöttek, hogy, 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 kaphat még, ugye akkor 20 évet kapott, akkor például csak mondom a vicc az nyilván nincsen sehol így leírva, kidomborítva, hogy amikor a Paks megkapta a plusz 20 éves engedélyt, akkor az engedélybe az volt benne, hogy amikor leállítják 32, meg 36 között, ugye, egy for blokkokat, akkor a tartálynak a, a biztonságában még plusz 10 év legyen benne. Uh -huh. Tehát úgy állítsátok le, hogy amikor látjátok, akkor egyébként még mehetett volna 10 évet. Uh -huh. Na most jó, tehát hogy, hogy akkor még a nem csak a fizika, meg a mérnöki tudomány tesz bele egy tartalékot, de akkor még a hatósági szabályozás is még beletesz, hogy hogy vegyük vissza a lovakat. Tehát, érted ezt És ezeket számolod föl. A kérdés a filozófiában az, hogy meddig mehetsz el? Uh -huh. Hol van? És lehet, hogy nem fogod észrevenni, tehát most, most persze nagyon előre szaladtam, de mondjuk száz év múlva, ha megint meghosszabbítjuk tíz évvel, akkor lehet, hogy ez hogy csak lesz egy ilyen pillanat, hogy hát, ezt már nem kellett volna. De ne, Nem bánjátok, ha ide szórok egy globális kérdés, Mert szerintem egyébként a, a továbbiakban is lehet, hogy ez ebben a, ebből a szempontból is érdekes lehetne, hogy, hogy akkor statisztikai alapokon mit tudunk elkönyvelni így a fejünkben, hogy összességében kockázatosabb be használni az atomerőműveket, mondjuk az energia előállítás nagy részére, ez egy ilyen hipotézis most, mert ugye nem ez történik, vagy kevesebb kockázatot jelent az az út, hogy tovább haladunk a fosszilis többségi energia termelés mezején minden ismert következményével. Vagy csak annyi még, hogy a beszélgetés elején mielőtt vártunk, vagy mielőtt megérkeztél volna, és vártunk rád, már a Gergővel erről beszélgettünk, és ugyanígy kihagyta a megújuló energiákat. Tehát ő úgy csinál, mintha csak ez a két opció létezne, miközben van egy egészen új fajta, és ezt is ide kéne vennünk. Hát jó, igen, ez, ez valóban ebből a témakörből, hogy biztonságosak az atomerőművek. Tehát a, most, amikor azt feszegeted, hogy biztonságosabb be, ugye mindenki mást ért ez alatt, hogy mi az, hogy biztonságos. Tehát ez azért az érzétek, hogy ez a fogalom, ez azért nem egy ilyen jól definiált valami. Tehát nagyon nehéz egyetemű választ adni, itt, itt bejönnek az érzelmek, hogy ki mit érez biztonságosnak, vagy nem. Mivel hasonlítod össze, mi a referenciállapot? Tehát, tehát nézzük a, a, a baleseteket, az emberi halált, vagy mit nézzünk, mert egy foszilis erőműnél persze meghal egy csomó ember, de nem azért hal meg a foszilis erőmű használatakor, mert éppen az fölrobbant volna, hiszen annak egyébként kicsi a Na de meghal azért, mert elszennyezed a levegőt, és akkor Igen. annak a egészségügyi következménye. Igen, Én globális értem? következményeket ért. Egyébként szerintem most miért nagyobb a, nagyobb egy atomerőmű katasztrófa esélye, mint mondjuk egy szénerőművét? Tehát, hogy a, az egy dolog, hogy hogy milyen megítélése van, meg milyen ö, kommunikációja van egy atomkatasztrófának, de hogyha most tényleg olyan olyan nagyon pedánsan akarnánk nézni, azt, hogy mégis mennyi személyes áldozatot követel az energia előállításunknak a típusa, uh -huh. akkor egyáltalán nem az jön neki. Amennyire okay. én tudom, hogy az atom egy kurva veszélyes energia termelési módszer lenne, vagy, vagy tévedek? Nem igazad van, tehát hogyha, ha csak itt, itt szoktak lenni a viták, ugye mondjuk az antinukleáris emberek, szervezetek, meg mondjuk köztünk, tehát az is fogalmazok óvatosan, mert pontosan tudom, ezeken a vitákon számtalan szóval átmentünk, és akkor így bejönnek ezek a ilyen, kicsit ilyen érzelmi, vagy nem feltétlenül racionális érvelések, meg hogy most akkor ki honnan milyen számot vesz, meg akkor mi történt sem. De az, értetek, hát ez, ez, ez borzasztóan megterhelt ez a téma. De egyébként, így. ha most, most ha elhiszitek azt, amit én mondok, és ezt tegyük, akkor így, így ezt a mondatot, hogy most ezt én mondom, és hogy vagy elhiszitek, vagy nem. Tehát, tehát a számok nekem tényleg azt mondhatják, hogy az atomerőművekkel kevesebb probléma van, és hogyha ma ö, van is probléma, annak a következménye is ö, kisebb vagy, vagy, vagy ö, kevésbé jelentős. Anyagi értelemben nem biztos. Tehát például, hogyha Fukushima-ra gondoltok, ott tulajdonképpen nem nagyon lehet ö, megmondani, hogy az embereket az, ö, egy nagy, ö, hogy mondjam, egy nagy inzultus érte volna, vagy sok ember meghalt volna. Ott összemosták a sajtóban a, a cunami okozta meg a földrengés. A áldozatokat, meg a földrengést ja. azzal, hogy tulajdonképpen meghalt-e egyáltalán valaki az atomerőn, Zárójeles megjegyzés hagyta ide itt a Fukushima-nál. Tavaly decemberben jártam ott egy ilyen egy misszió, elvittek jó pár expertet így Nyugat-Európából oda. Pontosan azért egyébként, hogy megmutassák, hogy akkor most mégis hogy néz ez ki. És ott az az ember, aki fogadott minket, a helyi csapatnak egy vezetője, az elmesélte, hogy amikor a fukushima baleset történt, ugye, tehát ez a földrengés, cunami és az erőműnek a sérülése, akkor ő pont bent volt az erőműben, és bent ragadt az erőműbe 15 napig, nem tudott hazamenni. menni. Ugye, hát ott olyan körülmények voltak, hogy ki se tudtak menni, és az az ember az ott élt. Tehát nem arról volt szó, hogy ott van valami őrült sérülésekkel ottan nagy sérülésekkel. Fáj... Viszont nagyon súlyos környezeti károk születtek. A... Igen. A robbanás környezetében. Igen. A közvetlen környezetében igen, amit egyébként azóta szépen eltakarítottak. A tengervízbe ugye hallottuk, hogy megy kis igen, tehát ezeket mind ragozhatjuk, de egyébként összességében azért pont az bizonyította az a design, amit egyébként amúgy 78-ban csináltak, tehát az is egy ilyen, <laughs> egy, egy régi, <laughs> rátve régi design volt, hogy egyébként ő, végül is képes volt bentartani az épületen belül, az, hogy utána ugye volt az a robbanás, és kiengedett valamennyi radioaktív anyagot, egyébként az, amit pont meg is lehetett volna akadályozni, de, de az sem volt olyan ö, nagy, drámai nagy, nagy Mondom, ott a telephelyen ott, ott, dolgozott egy csapat, és annak a vezetővel így most beszélgettünk, úgyhogy baja volt egyébként, és ugye ott micsoda drámai képek voltak, hogy ott fölrobbant, és akkor biztos mindent elszennyezett. Ez, ez a pacáknak nem voltak hogy mondjam, sérülései, radioaktív sugárzástól összeszedett sérülései. Szóval, szóval azért az, amit gondolunk erről, meg ez a, ez a félel ami társul hozzá, ez, ez nagyon más, mint ami a, a, a valóság, vagy amit, amit én egyébként így meg tudok ítélni fizikusként, szóval ez, 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 ez tényleg nagyon más. De nem, nem merek erről vitatni, mert pontosan tudom, hogy ez attól függően, hogy kivel beszélek, ez egy, ez egy, ez egy, egy tabu. Oké, okay. viszont hm. az szem, nem szemmel látható, de úgyis de hogy statisztikailag kimutatható, hogy az atomerőműveknek az építése az jelentősen csökken. Az elmúlt 30 évben talán Európában nem úgy, is építettek atomerőművet. Mi akkor ennek az oka? Hát ez alapvetően ez a, ez a politikai A biztonsági hozzálás, kockázatoktól? Igen, igen tulajdonképpen két oka volt alapvetően. Ugye a 80-as évek végén azért Részben a Csernobil miatt is több helyen kimutatható módon megtorpant ez az egész. Ez nyilvánvaló, tehát ez látszik, hogy bizonyos döntéseket ez nagyon erősen meghatározott, itt Európában mondjuk. A másik oka meg az is volt egyébként őszintén szólva, hogy, hogy hirt, az a, az a vélekedés, hogy mennyi energiára lesz szükség ott a 80-as évek környékén, vagy a 70-es évek környékén volt egy ilyen, ugye nyilván egy ilyen hit, hogy, hogy hogy, fejlődik a világ, és mennyi energia van szükség. A, annak ott volt egy kimutatható ilyen megtorpanása, tehát a 80-as évek végére, tehát egyszerűen az az energia éjség az valamelyest úgy csillapodott, hogy nem kellett annyi atomerővet építeni, mint amennyit, hogy mondjam, mm -hmm. esetleg ennek a csillapításra álltak volna. De kétségtelen ez a politikai döntés, hogy, hogy a, a, a Chernobyl az, az, tényleg olyan mérhetetlenül rossz, hogy mondjam, hatással volt. Bilágos. Hogy az... Fizikus vagy nem orvos, de engem csak érdekelne, hogy ö, sokan azt vallják, hogy a Csernobil következménye az az, hogy ebben a rohadt országban ennyi rákos van. Hogy a radioaktív felhő idejött felénk, és emiatt kiúróan magas a ilyesféle megbetegedések száma Magyarországon. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ugye, hát ennek aztán persze van egy, hogy mondjam, módszertana, meg, 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 tudományos háttere, amiket mondom, én szintén nem vagyok a autentikus képviselői, erről nagyon beszéljek, de biztos, hogy nem. Tehát azért, a, azért ezekről rengeteg tanulmányt lehet is olvasni a hát hozzáértő emberektől, akik kielemzik. Nehéz, nehéz, egyébként, itt is statisztikáról beszélünk, De nem, vannak determinisztikus hatásai, műkei, radiológiai balesetnek, Tehát amikor az embert olyan mértékű radioaktivitás éri, hogy akkor az már egy, egy biztosan káros eseményt kivált, de ezek nagyon extrém értékek, tehát erről ilyet, ilyet nem beszélhetünk arra az esetben, amit nem De Minden egyéb esetben statisztikáról beszélünk, és a statisztikának aztán persze renget, nagyon nagy baja az, hogy most egy ember, egy ember élete, az, az, megint csak, hogy mondjam, ugye egyénenként eltérő, megint csak az emberek egy bizonyos sokasságáról kellene beszélni. Ez borzasztó nehéz kiértékelni, hiszen az emberek, akikről, akikről ezt a vizsgátot akarod végezni, ezek nagyon különböző élethelyzetekben, különböző fölrajzai helyeken uh -huh. lének. Hogy a túróba csinálod meg ezt, a, ezt az összehasonlítást? Életkorok, élethelyzetek, nem tudom, életminőség. Engem tőle ez mire emlékeztet? a, a Covid a COVID diagnosztikára, Persze. hogy hogy meg COVID-ba. Szerintem ez csak ugyanolyan mechanizmus. Jó, de statisztikailag kimutatható, hogy 86 után nagyon-nagyon kiugróan így megugrott a rákosok száma. Ugyanakkor pedig ott volt a rendszerváltás, ami, ami mondjam, szintén érthető, tehát racionálisan magyarázható okok miatt rengeteg ugye lelkisérülést, meg, meg életminőség romlás, meg nem tudom, mit eredményezett, aminek egyébként szintén lehet az a következménye, hogy... Stressz. Így van. Tehát Mit tudod, miért? A másik, amiről nagyon keveset beszélünk, ez, a, ez, a, ez az én nyilván heppem, mert én meg, hogy mondjam, a másik oldalon, hogy meg nem foglalkozok mondjuk élelmiszertudományra, de én meg vagyok róla győződve, hogy mondjuk az élelmiszeripar, az az, az, az az felelős lehet azért bizonyos dolgokért. Tehát az élelmiszeripar, amit, amit elkövet azért, azért, azért azt is egyszer úgy ki kéne tárgyalni. Lesz rá műsorunk. De ugye? Tehát, tehát, <laughs> hogy, tehát, hogy, tehát hogy azért azt is úgy mellé kéne tenni így a görbéknek, hogy pontosan abból az időben, egészen mostanáig uh -huh. mi is történt pontosan például az élelmiszereknek uh -huh. a feldolgozottsága, élelmiszertermékek előállítási technológia, stb. terén, tehát, és hogy azoknak esetleg az egyik ilyen hatása, Mondom még egyszer, én persze laikus vagyok ezen, de hát azért. És az egyéb folyamatok most persze Magyarországon érvelhetsz azzal, hogy mondjuk pont a foszilis energiahordozók, meg meg az ilyen levegőszennyezettségi mutatókban éppen javulás történhetett ott a 90-es évek rendszerváltozás idején, amikor ugye bezártuk a gyárakat, meg nem tudom. Mm -hmm. Éppenséggel ezt még akár még el is süthetnénk, hogy ennek kéne egy pozitív effektusnak lenni. Na de egyébként mondjuk, ha most ezt félreteszem, azért azt sem mondhatom, hogy egyébként a, levegő minőségromlásban nem volt esetleg egy emelkedő trend mondjuk a 90-es években éppenséggel. Mert pont azért, mert bezártak egy csomó atomerővet, vagy esetleg nem építettek újat, viszont kellett építeni olaj, szén, tehát, tehát akkor biztos, hogy volt legalább egy tíz év, ha nem tudom, nem tudom amikor volt egy felfutása. nem országon belül szemlélni, hiszen mondták, tudod, a galencier doktor is mondta, hogy, hogy meg a Balázs is mondta, hogy, hogy ezek a részecskék 24 uh, óra múlva utazni. Argentina lehetnek, és vissza verze, szóval, hogy... Így van. Jó. Ö, megértem, és, és, elfogadom. Ettől függetlenül én szeretném a, az aggályokat így végigmenni. A biztonságról beszéltünk. Mi van rádióaktív hulladékokkal? Látunk olyan képeket, hogy be vannak egy bányába, hordokba, haigába, és ott folyik, meg... Szóval látunk egy-két ilyen videót, Discovery, nem tudom. Igen. Mi a helyzet a radioaktív hulladék kezelésével? Az megfelelő megoldás, hogy beássuk a Földbe. Vagy mások azt mondják, ki kell lőni az űrbe. Na, most megint elkaptalak egy, egy ilyen slendrián fogalmazással, mert ugye <laughs> Elkezded mondani, hogy radiatív kezelés, meg beássuk a Földbe. Lehet, hogy most én értettelek félre, de egy picit, mint mintha azt csengett volna ki, hogy ugye a fűtőelemre gondolsz, és ugye én kezdtem azzal a hogy a fűtőelemet nem tekintjük mm -hmm. hulladéknak, ugye? Tehát Igen. ismét, Akkor... hadd mondjam el ismét, de igazad van, van atomik, van hulladék, csak nem a fűtőelem. Vagy nem a fűtőelemet tekintjük annak. Na most amitől Akkor a, mit le... a, ugye a, a technológiában, tehát amikor az atommelőmet működteted, akkor csak kinyitod ezt a bizonyos kört, hát karbantartásnál, stb. Tehát csak hozzányúlsz a géphez, azokat a forgóberendezéseket, szivattyúkat, nem tudom, vízkezelő nem azt tudom, mit karbantartod, jönövőre. és azt ugye áztatja ez a víz, ami adott esetben lehet radioaktív. Ráadásul a a, a nukleáris reakció közben azért kiszabadulnak neutronok, erről beszéltünk. Uh -huh. Az a vízben is például kelt radioaktív, rész, tehát fölaktiválja a vizet is, mondjuk az lecsen persze gyorsan, de úgy Tehát Sőt, a körületi szerkezeti anyagokban kelt radioaktivitás, mert a neutronok azok mennek jó messzire, uh -huh. és magreakciókat csinálnak, ugye, és akkor ezt most nem uh -huh. ragasztuk, hogy nem, az nem hakkasodást fogott okozni, hanem keletkezik valami radioaktív anyag. Uh -huh. És ezáltal természetesen fokozód, ugye a radioaktivitását ennek a berendezésnek értem szerint a karbantartás során, akkor ö, ö, ottan, hogy mondjam, elkoszolott, tehát, tehát, a, akár csak a, a, munkásoknak a kesztyűje, vagy az a gép amivel ott nem tudom, dolgoznak, meg mit tudom, milyen karbon mm -hmm. anyagok, azok mind összekoszódnak kicsit radioaktívak lesznek, mert hozzáérnek egy egyébként olyan vízes közekhez, ami egyébként radioaktív volt, vagy van benne radioaktív szennyezés, és mindegy, ha már érintkezett vele, tehát, tehát, tehát azok a rongyok, kesztyűk, öltözékek, nem tudom mik, azok mennek mindig a kukába. Tehát ugye beöltözik az ember, majd utána leveszi mm -hmm. magáról, kijön, azokat mindig kidobják. Ezek a, Ezek a tehát a karbantartással összefüggő ilyen hulladékok, illetve hát esetleg ami ott, mit, ami folyik, ez, ez, a keletkezik. Ez az egyik fel. A másik az, hogy például tisztítják ezt a vizet, ugye ez a primer De köbben... bocs, ezzel mit lehet csinálni? Na, ezeket, ezeket, amikor összegyűjtik, hát ezeket nagyon könnyen tudod kezelni, mert ugye darabra is egyrészt meg tud számolni, pontosan tudod, hogy hány darab kesztyű, vagy nem tudom milyen ruha. Ez oké, okay, csak hogy mit kell vele csinálni? Ezeket, ezeket El kell össze... hát ezeket nem égetjük jelen pillanatban, oh, hanem összecsomagoljuk, tömörítjük és bezárjuk hordokba, és ezeket így tároljuk, tehát ilyen kompakt hulladéként. A legtöbb esetben Azért szerencsénk van, és akkor olyan izotóp keletkezik, vagy olyan izotóp található rajta a kesztyűn, amik nem százezer évekig lesznek a Tehát, ha most bezárom egy, egy hordóba, akkor lehet, hogy mondjuk egy száz év múlva már mondjuk az, az egy olyan lecseng. Ugye beszéltünk a felejszésről, tehát, tehát lecsökken a radioaktivitása, Száz mm -hmm. év múlva már egyszer elővehetném, akár azt a hordót, most csak mondtam egy rossz példát, és eltűzelhetem, és, eltüzelhetem, és nem, nem baj, hogy ki megy mm -hmm. a levegőbe a a tüzelésnél ez a, hogy mondjam, a, 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 gőzök, vagy nem tudom. Tehát ez a legtöbb esetben így van, de arra készülünk, hogy ezeket betároljuk néhány száz évig, de még egyszer hordóba zárjuk, kompaktáljuk, minél kisebb térfogatra. Okay. Van olyan eljárás egyébként, van, ahol, van, ahol égetéssel is kompaktálnak. Hmm. Az égetésnek az, az egy kockázata, hogy amikor ilyen anyagot égetsz, akkor így csak egy zárt térben szabad égetni, mert ugye a kiszabaduló gázokat neked meg kell szűrni. Uh -huh. De most hát azért a szűrés, mint tudjuk, hát azért az nem 100%-os hatásuk. Tehát, tehát tulajdonképpen nem sokan vállalják azt, hogy, hogy, hogy garantáltan megszűröm. Tehát azért ez, ebbe az égetésbe azért van egy uh -huh. kicsit... Radioaktivitástól a radioaktivitástól kell megszűrni. Igen, el. igen. Lehet, lehet hogy élékony közegek, gázok, valami, valamilyen komponens, nem tudom, valami keletkezik, valami gáz, nem molekul, ami radioaktív, és akkor az kimegy, akkor, akkor az kellemetlen. Most kevés megy ki, akkor nem veszem észre, de azért kimehet. Ezért nem óckodunk ettől, tehát nem szeretjük ezt az égetést, de kicsit nagyon hat hatékony, mert, mert nagyon le tudod csökkenteni a hulladék térfogatát egy égetéssel. Itthon nem csináljuk, tehát Magyarországon ez nincs az az égetés. Hm. Én, én, én mondtam, hova kerülnek? hova Van püspök itt a közelünkben, püspök van egy olyan radioaktív hulladék tároló, ahol nem csak az atomerőmű pakolta idáig, mert most már megtelt a, 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 ezeket a hordókat, hulladékokat, hanem tulajdonképpen oda került az összes ilyen egészségügyi intézmény kórházakból is, uh -huh. meg ugye tőlünk a kutatóreaktorból is, ami, ami ugyanígy keletkezik, tehát ugye gyűjtjük a hulladékot, kompaktáljuk, berakjuk hordókba, ezek ilyen szabványos 200 liter körül ilyen hordók, és akkor jó megtömjük, ugye, hogy takarékos legyen, és akkor úgy veszi át a De maga a hordó közelő. az, ami lefedi a rádióaktív sugárzást, vagy ezt egy olyan térbe helyezik be, ami egy, egy szarkofág Hát nem, nem kell ezt a védeni, tehát a, a hordónak az anyaga is természetesen már sokat véd, de igazából ö, ö, körbeveszed olyan ö, közeggel, ami, ami azt elnyeli. Tehát mm -hmm. ott, ö, ez nem világít, szóval ez nem, arra, ez nem nagy aktivitás, amitől neked. Tehát, tehát a hordokat lehet szállítani Aha, tehát, ilyes, megfelelő engedélyekhez, autókkal. Tehát uh -huh. ez ne, nem úgy kell erre gondolni, ez a óriási aktivitás megfelelően be kell csomagolni, tehát a csomagolásra vannak előírások, akkor neked oda bele kell helyezni olyan közeget, ami, ami azért csillapítja, vagy árnyékolja a sugárzást, és a hordókat, ahol elhelyezik, mondjuk ilyen föld alatti tároló, olyan, de azt nem úgy kell képzelni, hogy egy kilométerre, hanem ez Aha. csak egy ilyen földközeli. Tehát ez, ez a típusú hulladék, ami ilyen kis aktivitású, tehát mondjuk tényleg azért el tudod képzelni, hogy a munkásnak a kesztyű, ez nem egy olyan aktivitás, ja. a kezét közben Virágos. leégette. És a fűtőelem? Na a fűtőelem az egy másik történet. Tehát a fűtőelem, ez a kiégett fűtőelem, na abban vannak olyan komponensek, a makasodás révén, ami keletkezik, amelyek nagyon kellemetlenek tudnának lenni, ha megengednénk, hogy kijöjjenek. Ugye a fűtőelemeknek ez a fémcső, amiről beszéltem, ezek alulfelül le vannak hegesztve, és normális használat közben ezek nem is engednek, tehát ez, ez zárt marad sőt, mi több, a benne keletkező radioaktivitás egy része gáz nemű halmazállapotú, vagy gáz állapotú, és akkor ahogy ez ottan fölszabadul, egyébként ez növeli a nyomást, tehát egyébként a kis csövekben ilyen 50 bar körüli, vagy nem is tudom, valami ez a nagyság, nem is nem pontos értéket mondtam, tehát egy, egy értelmezhető túlnyomás van is egyébként a csőben. Ezt ő neki bírni kell, és bírja is. Tehát a cirkonium egyébként pont ezért jó, mert úgy, hogy, hogy föl tudja ezeket venni. Ezt a kis, tehát ezeket a fűtőelemeket, amikor kiveszed a reaktorból, akkor az elsődleges problémád az az, hogy a, ez a radioaktivitást, amit ott keletkeztettél ezzel a hasadással, ez, ez önmagában még fűt. Tehát ez tud meleget termelni, nem tudom, ez világos uh -huh. Tehát, Tehát attól, hogy azokat a radioaktív részlésképek jönnek, mennek és ugye ütköznek, a termelnek hőenergiát. Tehát amikor te kiveszed a reaktorból, akkor arra ő kicsi, tehát a kicsi a teljesítménye, hogy, hogy, erőműben áramtermelésre használ, tehát azt a nagy, nagy mennyiség vizet már nem tud vele fölmelegíteni, de ha csak úgy kivennéd így a levegőre, akkor olyan meleg lenne, hogy akár meg is sérülhetne a burkolat, mert túlhevül. Wow. Tehát először be kell tenni egy vizes medencébe is, egy ilyen öt évig, öt évig, ott van a reaktor mellett, Pontot mellette, egy vizes medencébe ott tárolják, és akkor öt év alatt szépen, ahogy elfogynak a radioaktív né, felezési idő megint, tehát a radioaktív anyagok, ebben minden van, tehát mondjuk ez nem egy konkrét radioaktív anyag, mert nagyon sokféle izotok van benne, hogy szépen fogy a radioaktivitása, tehát csökken az a hő teljesítmény is, amit ő termel, az a kérdés fölmerülhet bennetek, hogy mi nem használjuk ezt valami értelmes célra, tehát mondjuk egy távfűtésre, uh -huh. vagy nem te igaz? Hát mondjuk akár lehetne. Igen. Egyébként fukushima ez a hő, ez okozta a problémát amúgy, ez. Tehát hmm. nem, a, nem a hasadásos játék, hmm. mert az, az sikerült lelytelenek tartani, ez, ami maradt utána, ez a remanens hőnek is hívják. Öt év után kiveheted és beteted valami száraz tárolóba. Ugye Pakson száraz tárolóba tesszük, tehát a öt év után kiveszi. Akkor már nem kell vízbe tenni, Aha. mert öt év után már nem termel annyi hőt, hogy baj csináljon, tehát hmm. ezt a fémes szerkezetet már nem tudja úgy fölhevíteni. És uh, ugye 90-es években uh, döntöttek úgy a döntéshozók, hogy akkor, akkor ugye a rendszerváltozás után, akkor a, az oroszoknál is, uh, hogy mondjam, ez csak jött egy ilyen politikai változás, és akkor úgy döntött a Duma, a ottani döntéshozó szerv, hogy akkor ők nem, nem, veszik vissza, tehát hogy nem, nem véhetjük vissza a, a kiégett üzemanyagot. Uh, úgyhogy itt kellett neki tartósan, vagy szól. Mi úgy mondjuk, hogy átmenetleg, de, de hogy végülis azért néhány évtizedre itt kellett helyet találni. És az a technológia, amit alkalmaztunk, azt hiszem, tudomásom szerint Angliából vettük, valami angol, ez a száraz tárolási technológia. Ott tulajdonképpen az erőmű mellett ott építettek egy olyan ö, ilyen tárolót, ami lényegében felszíni, tehát most kicsit a föld alatt teszik, de alapvetően felszíni valami. Be van ilyen tartályokba helyezve a fűtőelemeknek a köteget, tehát nem, nem tudom, hogy hány, 30 vagy hány köteg fütem van egy összerakva, tehát egy, egy viszonylag kisebb mennyiség egy fém tartályban, és akkor a fém tartály az le van zárva, és akkor be van téve egy ilyen száraz beton kád, vagy nem tudom, minek nevezzem, ilyen, ilyen tárolóba. És akkor a, a, természetes levegő hűti egyszerűen csak azáltal, hogy ez egy kicsit melegebb, és akkor a kémiai hatás révén hogy fölhevíti a, a, a környezetében lévő levegőt, és akkor az kimegy, Csipulja. és ugyanutá egy, egy ilyen passzív hűtése van, tehát semféle aktív elromolható, vagy szóval el, berendezés nincs körülötte. És akkor így el van egy olyan 50 évig, nem tudom, tehát mm -hmm. egy ilyen jó pár tíz évig ez bőven el van. Tulajdonképpen most inkább az a gondunk, hogy kezd elfogyni a hely, vagy hogyha például meghosszabbítják az üzemidejét a működő atomerőműnek, illetve építik ugye az újat, mert azért ha nem is ezt, vagy nem így, de akkor is építeni fogunk és akkor fel kell készülni a tárolónak, ennek a bizonyos száraz tárolónak a bővítése. Tehát ez történik mm. vele, és akkor a kérdésedre igazából válaszolva, hogy tulajdonképpen mit gondolunk arról, hogy most ennek mi lenne az igazi sorsa. Ugye manapság arról beszélnek, hogy dugjuk be a föld alá jó mélyen, finnek csináltak egy ilyen tárolót, ilyen kilométer mélyen, tehát úgy, hogy, 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 hogy azért ne is lássuk, ugye, de mint a... Na most mi ennek a filozófiája, hogy beteszed jó mélyre? az a filozófiája, hogy, hogy ez a nagyon kellemetlen Egyébként egy ezreléknyi mennyiségű radioaktív komponens, ami ezekben a fütelműben az igazi problémát okozza. Ezeknek ilyen százezer éves felezési idejű lebomlása van. Tehát neked néhányszor százezer évig kell tudni tárolni ezt az anyagot, ahhoz, hogy ha esetleg utána kibontál minden, akkor már az, hogy ez ma olyan, mint egy bármilyen más természetes anyag. Tehát ez, a, tehát ez egy ilyen beláthatatlanul hosszú idő értelmszerűen. Ha beteszed nagyon mélyre, és ö, ugye ennyi idő alatt nem tudod garantálni ezeknek a fém, meg akármilyen komponenseknek a, az épségét, mert ki tudja, hogy százezer évig oh, most itt is mi történik, akkor is ö, olyan mélyen van, hogyha onnan elkezd kiszivárogni, vagy kiszabadulni, szép lassan jönnek ki ezek a radioaktív kis részecskék, az annyira mélyen van, hogy mire fölér a, a fölszínre, vagy mire eléri a, 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 vizeket, a föld alatti vizeket, ugye, amiben esetleg mi majd később visszunk. az már olyan lassú, tehát az olyan migráció, azt olyan hogy az izotopok migráció, tehát a kőzetben való migráció, az abból a távolságban annyira lassan megy, hogy az, az az, idő elég ahhoz, hogy elbomoljon. Tehát ezeket ilyen kísérletekkel határozzák, meg, tehát ilyen kőzet migrációs De kísérletekkel. ezek szerint ez az egyik legjobb megoldás a probléma kezelésére? Nem, szerintem nem. Akkor... Szerintem nem. Tehát amiben mi hiszünk, ugye mi mi kutatással foglalkozunk, mi... Igen. Mi nem úgy gondolkodunk feltétlenül, mint mondjuk egy közgazdász, egy politikus, tehát akinek az, aki azt nézi, hogy ez a legolcsóbb módja, inkább így mondanám, amiről uh -huh. eddig beszéltünk. Ez a legkézenfekvő, legolcsóbb módja, mert politikailag is a leg, legkönnyebben kezelhető módja, de nem, nem az a megoldás, amit mondjuk egy fizikus a magáénak vall igazából. De ami az most az atomenergia-kutatóintézet, vagy ki az, ami? Megmondhatnám azt a közösséget, azt a, azt a közösséget, így az egész világon, akik a, a nukleáris energetikával foglalkoznak, uh -huh. tehát mondjuk azok a fizikusok, vegyészek, akik, akik így bármilyen formában ehhez a témához hozzászólnak, vagy ebben dolgoznak, így okay. mondanám, ezt a közösséget mondanám. Mm. Tehát a műszaki tudományos válasz, az szerintünk nem az, hogy be kell dugni a föld alá, hanem már többször utaltam rá, hogy ez tulajdonképpen felhasználható, ugye értékes üzemanyag van benne. Ki kellene bontani. Mm. Na most ugye érzitek, hogy hát egy ilyen cuccnak a kibontása, hát az kellően kockázatos. Hát azért Koszos, radioaktív, stb. De ha kimondanám és szét tudnám válogatni, egyébként a szétválogatás alatt egyébként egy kémiai folyamatot, kémiai technológiai folyamatot kell érteni, és valójában mondjuk azt kis túlzásra, hogy ezt, ezt már tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Mm -hmm. szóval most persze mindig kell egy kis kutatás, ezért, de azért ez nem egy nem egy ismeretlen technológia sőt, ma is van olyan, hogy szétbontják a fűtőlemet, és bizonyos részét kiveszik, és újrahasznosítják. Ez például a Franciaországban csinálják is, és az így újrahasznosított üzemanyagot egyébként még visszadugják a reaktorba, tehát egyébként ez létező. Uh -huh. Ez egy, pontosabban a folyamatnak egyik része létező bejáratot, az, amiről én akarok nektek beszélni, az még nem, de nincs nagyon messze, vagy úgy gondoljuk, hogy ez egy követhető út. Egy saját kutatás? lesz, amire most fejtelsz? Nem mondanám. Ugye ebben a témában azért nem mondhatnám azt, hogy, hogy bármi saját lenne, hát mm -hmm. itt azért ezt, 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 ezt mindenki csinálja, mm -hmm. mi is mondhatjuk azt, hogy inkább csak követjük, vagy, vagy becsatlakozunk mm -hmm. egy nemzetközi tudásba. Tehát amit mi gondolunk erről, az az, hogy, hogy ezeket az anyagokat ki kellene venni, szétválogatni, és attól függ, osztályozva, tehát mi tudjuk, hogy melyik részével mit kell csinálni, attól függően elbánni vele. Na, most elbánni vele úgy lehet, lehet, hogy hallottatok a transmutáció kifejezésről. A transmutáció kifejezés azt akarja, hogy tehát tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy ez a magreakciók, ugye amiről mm. legelején is értekeztünk, a magreakcióknak egy, egy szinonimája vagy másik formája, arról beszélünk, hogy szintén neutronokat felhasználva, neutronsugárdás neutronokat felhasználva ezeket az egyébként radioaktív anyagokat meglövöm, és átalakítom, tehát forszírozottan elégetem, forszírozottan átalakítom, hát esetleg kellemesebb, tehát, tehát, gyorsabban lebomló, vagy, vagy adott esetben rögtön inaktív, tehát nem radioaktív részecskévé. Tehát a transmutál átalakít, ugye ezt jelenti. Igen. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a reakciót csinálnám, mint amivel a makasodás is, mert látszólag mind ugyanarról beszélünk, de akkor miért nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor azt a fűtelemet csak visszarakom, ugye ez a kérdés. Ezt erre csináltunk egy számítás az egyik diákuk, még a PRD munkájában végigcsinált egy olyan számítást, hogy a paksnak az összes kéget fűtelem, szépen amikor már véget ér a paks, tehát hogy itt, leállítottuk, vagy, vagy azt mondjuk, hogy most már, most már nem a friss üzemanyagot teszünk bele, akkor visszarakjuk a, a kéget és csak egy, egy neutron generátorral úgymond adunk neutron forrást, és elkezdjük égetni. Na, hogy csinált egy ilyen elméleti számítást, hogy végül a tanulsága az volt, hogy úgy nem megyünk semmire, hogyha a pálcákat nem bontjuk fel, és nem válogatjuk szét a benne levő anyagokat, hanem, hanem, egy, egyformán kezeljük. Tehát ugyanazzal a neutron spektrummal, ugyanazzal a neutron hogy mondjam, ágyúval lőjük, úgy egyforma, az, az, úgy nem jó, mert egy részét jobb, tehát hogy mondjam, kevésbé toxikus, tehát kevésbé mérgezővé alakítjuk, de más részét viszont mérgezőbbé. Tehát az, ez így nem megy, <laughs> tehát ez így túl naív. Tehát kell hozzá egy kémiai technológia, ez egészen biztos, tehát szét kell szednem, kémiai technológiába válogatni, és külön-külön elbánni vele, tehát egy másfajta neutronenergiával, spektrummal lőni. Most erre a válasz, hogy ezt hogy kell megcsinálni? Ugye erre alapvetően két iskola van, vagy hogy mondjam, mondjuk úgy, hogy két iskola van. Tehát az egyik iskola az azt mondja, hogy a neutronokat ehhez a feladathoz úgy veszed, hogy lehet csinálni nem csak maghasadással neutronokat, hanem Mag, egy magreakcióknak egy bizonyos másik formájával, amikor nem, na, tehát protonokat, hidrogéniont, ugye, protonokat lősz bele egy targetbe, egy, 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 valamilyen anyagba, wolframba, litiumba, nem tudom én, berilliumba, szóval most mondok ilyen ezért, kémiai elemeket, tehát protonokat, tehát hidrogént, iont lősz bele, akkor ha elég energiával lövöd bele, akkor az eredményként ki, tudsz lökni belőle neutronokat. Tehát amikor megtörténik az ütközés, akkor kilöksz neutronokat, és akkor kiszabadó neutronokkal szintén tudsz csinálni reakciót. Például ilyet, hogy átalakítom a fűtőelememnek egyik másik részét. Na most ez, a, ez, az eljárás, ez, ennek az a baja, hogy nem tudsz elegendő számú neutront csinálni, vagy csak nagyon nagy áldozat árán. Egy másik lehetség, ugye, mert hát kellő szám, szóval sokat kell csinálni, tehát gondoljatok az avogadró számra, hát ugye most itt arról beszélünk, hogy néhány tonnányi fütemről beszélünk, a, mit tudom én, a pár gram, ugye egy avogadró számnyi a, a 10-24-en darab, az is csak pár gram, akkor mondjuk a néhány ennek mondjuk az ezerszer, tehát ilyen 10-27-en darab atomot kell átalakítanom, az annyi neutron is kell, vagy annak egy sokszorosa, igaz? Tehát itt erről beszélünk. És az a kérdés, hogy ez belátható időn belül, hogy tudod előállítani, tehát azért az olyan módszer kell, ami generál ennyit. És akkor a másik módszer, amit igazából már évtizedekkel ezelőtt megcsináltak, ezek a, hogy szintén egy atomreaktort használsz ehhez, csak az atomreaktornak egy olyan fajtáját, ami nem ezt a maghasadásos elvet követi, amiről eddig beszéltünk, hanem ugye gyors vagy szaporító reaktorok, akkor egy másfajta magreakció zajlódik le, most, most nem feszegessük ezt, de ezeket nagyon szerették használni a katonák is, mert ezekben a reaktorokban lehetett plutóniumot felszaporítani, ez is a szaporító vagy breeder, fast breeder szaporító reaktoroknak, mert plutóniumot lehetett benne szaporítani, és ezekkel a, tehát ezzel az eljárással egyébként a, a, a nem hasznosítható urán 238-at, ami nem hasonló képes abból lehet plutóniumot csinálni, de azt akkor után el is égethetem egy hasonló reaktorba, tehát igazából energiatermelésre tudom használni. Tehát ezzel a a az urán 238 mennyiséget is rögtön fel tudom használni, ami eddig egy hulladék volt. És egyébként azoknak a neutronoknak, amiben ezekben a reaktorban működnek, egy másik részével egyébként, tehát ugye rengeteg neutron képződik, borzasztó nagy számban, ha a reaktornak így a köpenyébe, így körbe, így a zónába, oda pakolom ilyen, ilyen kis tégelyekbe ezeket a hulladékokat, amit így kivettem. Tehát ezeket a nagyon radioaktív, borzasztó kellemetlen, így szépen így körbepakolom a reaktor, és bombázgatom a neutronnal, akkor azokat átom tudom tehát le Igen. tudom bontani. Szép miért nem használják, hogy ez több évtizedes? Na, következő miatt nem használják. Több oka is van, hogy miért nem használják. Szóval, hogy mondjam, a maga az eljárás, meg, a, meg az elv, nem az ismert. Ahhoz, hogy te ezt tényleg demonstráld, tényleg megcsináld, ahhoz azért ö, meg kell építeni ezt a berendezést. Ilyennek a tervein mi is dolgozunk ilyen nemzetközi együttműködésbe. Ez ma még szifi ö, ilyenek, de egyébként maga a gyors reaktor, tehát az a Vázbrider, ez persze létezett a 60 években, hiszen a katonák, ahogy mondtam, ők is használták bomba készítésre, és ezért lett politikailag ugye negatív, tehát egy, 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 el, egy elítélendő formája az atomenergia hasznosításnak, mert hiszen a primer használata az az volt, hogy, hogy katonai. És ettől volt ugye rossz, hogy mondjam, nem megítélése. Volt így van. És ez egyébként érthető is. Na most ugye nagyon nehéz eladni ezt a, ezt a sztorit, ezt a technológiát, hogy most akkor nem bombát akarok csinálni, nem meg akarom semmisíteni vele ezeket a kiégett, ilyen kellemetlen, tehát ilyen hasadó termék, hasadványokat, hasonlány termékeket. Tehát ez nehéz így eladni, mert ugyanakkor tudom használni persze bombakészítésre is. Tehát ez kimondja meg, hogy most mire használtam. Az ugyanaz a berendezés. És értemszerűen ahhoz, hogy te egy ilyet bemutassál, demonstráljál, az először meg kell tervezet, föl kell építeni, tehát ez valakinek azért fizetni kell. Na most így ezt, ezt a civil kormányok eddig nem nagyon nagyon uh -huh. mentek ebbe bele, tehát látsz, látszik, hogy ez, ez azért döcök, tehát azért mögött nincsen akarat. A katonák meg nem fogják csinálni, mert nekik meg ez nem érdekes nyilván. Tehát most így magunk között szólva. A, a, tehát röviden ez az egyik oka. A másik oka az az, hogy amit beszéltem a legelején nekünk ahhoz a fűtőelem, kötegeket, ezeket a pálcákat, föl is ám bontani. Igaz, hogy ezt csinálják bizonyos helyeken, de megint az a félelem, hogy te abban laborban, ahol ezt csinálod, akkor tulajdonképpen te ott hozzáférsz hát a plutóniumnak bizonyos izotópjaihoz, tehát neked potenciálisan ott van a kezedben az, amiből akár bombát mm -hmm. is lehet csinálni. Tehát, tehát a, a füttelemnek ez a fajta én manipulálása, hogy kémiailag én hozzányúlok és válogatom, ezt azért akárhol nem lehetne csinálni a világon, Egyébként ott, ahol meg lehet csinálni, ott amúgy csinálják is, tehát ott, ott azért foglalkoznak ilyen technológiákkal, nyilván kutatják, és nem hiszem, hogy nagyon lepublikálják, tehát lehet, hogy sokkal előrébb tartanak valósában, mint amit akár én is csak sejtek ez el. Mi, mi, milyen helyek ezek? Hát el, ugye Franciaországban foglalkoznak uh -huh. ilyesmikkel, tehát ott megvan a technológia, meg a tudás, hogy ezzel foglalkoznak, uh -huh. és mondjuk Oroszországban. Uh -huh. És az a, az a koncepció, amiről én beszélek, hogy hogy a kéget füttelemet bontsuk ki, szab, válogassuk, hasznosítsuk újra egy részét, mert, mert, üzemanyagként lehet hasznosítani, illetve a kellemetlen ilyen hasadványokat meg bontsuk le. Tehát ez, a, ez az egész koncepció, és akkor ez a, ez a reciklálás, ugye? Tehát, hogy újra hasznosítom valójában az egészet. Ez a, ezt úgy is nevezik amúgy a szakirodalom, hogy a fűtőelem ciklus És hogyha így rákerestek, vagy így nézitek, azért találtok ö, írományokat, publikációkat, de nagyon keveset. És őszintén szóval bármilyen hihetetlen, de ma a, az egyetlen hely a világon, ahol ez komolyan veszik, ez Oroszország. De ott nem itt vannak azok a breeding reaktorok, vagy micsoda? Igen, és igazából már csak ott vannak. Tehát az a Aha. vicc az egészben, hogy az oroszoknál, Hát azért ott is volt egy pauza az 90 es években, amikor ugye az, az, egész atomipar úgy, úgy leült, meg minden, de utána ők elkezdték ezt nagyon szervezni, és őszintén szóval ők, ők vették legalábbis, ahogy mondjam, mi így most ahogy nézegettük a folyamatokat, az elmúlt 10-20 évben Oroszországban egyedül látni, hogy ők komolyan veszik az atomiparnak a hosszú távú jövőjét, mert a hosszú távú jövőben a műszaki emberek akkor hisznek, hogyha ezt a, ezt a zárást, ezt a rezeklást mm -hmm. megcsinálod. Mm -hmm. hm. Tehát ebből, uh -huh. le, tehát érted, de értitek ti is, hogy szóval egy darabig lehet azt csinálni, hogy félreteszem az atomerőmű mellé, mondjuk egy 50 évig, de azért valamikor, ha nem is most, de egy 50 év múlva azért utána csak elő kell vegyem. Igen. Na, de röviden, ö, még azt is mondhatnám ez az egészhez, hogy tulajdonképpen nagyon sietni sem kell, hát hiszen az előbb mondtam, 50 évig oda tehetjük, mégis el van ott biztonságilag szerintem a nagy kockázatot fogalmazunk így. Egyszer, egyszer megpróbáltam én is kiszámolni, hogy, hogy mennyi ilyen füttelemről lehet szó. Ugye ez a, a, mégiscsak, hogy ugye itt a, riogatják itt az antinukleárisok az embereket, hogy ez micsoda óriási probléma. És képzeljétek el, hogy, hogy ugye mondtam egy ilyen számot az előbb, hogy körülbelül egy ezrelék az, ami a legkellemetlenebb frakció, több is radioaktív, de az gyorsabban lebomlik, de egy ezrelék a, a kiégett tömegben, az, ami tényleg uh, ilyen százezer év, meg ilyen, ilyen reménytelen dolgok. Na most úgy képzeljétek el, hogy Pakson, ahol összesen van 2000 megawatt uh, villamos termelés, ugye, és van egy ilyen ezt a reaktorfizikusokkal is leellenőriztettem, hogy ez ilyen helytáról, ezt valahol olvastam egyszer, hogy 1000 megawattonként egy ilyen 25 kg ilyen kellemetlen frakció, tehát ez a, ami csak az egyezrelék, tehát, tehát 25 kg keletkezik per év, azaz Pakson, ahol 2000 megawattos az összteljesítmény, ott 50 kg per év. Most ezek olyan anyagok, amiknek a sűrűsége az, az ugye jóval nagyobb, mint a vasé, szóval tehát ezek ilyen, sűrű, nehéz anyagok, tehát az ur uránnál nehezebb, vagy nagyobb sűrűségű anyagok. Tehát most én úgy satszoltam, most tényleg hasomra jutva, hogy ez egy ilyen felmosó vödör. Tehát, ugye, tehát mondjuk, Körülbelül egy felmosó vödörnek a térfogata per év, per év hmm. az, ami pakson ebből a nagyon kellemetlen frakcióból keletkezik, és ez persze benne van a füttelemben, tehát még egyszer nem így keletkezik a vödörbe, hanem hmm. benne van egy sokkal nagyobb hmm. térfogatba, ami nem olyan egyszerű. És akkor bepróbáltam összeadni, hogy a világon mennyi ilyen van, és akkor belenéztem a atomenergia ünnösenek van egy adatbázis, ahol, ahol listázzák az összes atomerőművet a világon, meg kutatóraktorokat és mindent. Ez a Power Reactor Database, olyan ilyesmi névre hallgat, nem tudom már pontos nevét, szóval hogy van egy ilyen adatbázis, ott, darabral megnézhetitek, hogy hány működő atomerőmű van. Mindegy, az, hogy adott évben megnéztem egy pár évvel ezelőtt, most nyilván kínaiak építettek még újat, mindegy. De kb. 400-500. Hát többet, ilyen 440-nel számoltam, hogy valamihez hasonló számmal, körbe itt tartunk. És akkor azt számoltam, hogy hogyha ezek 100 évig működnek, mintha hogy nem működnek száz évig, mert ugye 30, 20, 60 évig működnek, de én 100 évet számoltam, és akkor az jött ki nekem, hogy, hogy van 80 tonna ez a bizonyos ilyen borzasztóan kellemetlen, tehát amivel így el kell bánni, tehát tényleg mit tudom én, technológiailag is nehéz, meg drága, meg amit akarsz, mondhatsz rá. És akkor ez a 80 tonna, hogyha most úgy megpróbálom megsatszolni, hogy ez mekkora térfogat, az egy vasúti kocsi. Uh -huh. Uh -huh. Tehát az, tehát értitek a nagy ezek, hogy hogy, 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 lehet, hogy tévedek egy picit, de úgy, de úgy, úgy körülbelül le lehet helyezni, hogy, hogy itt a, itt a szobában hogy elférne, hogyha valaki így, így, be tudná ide varázsolni, és száz év folyamatos üzemről beszél. Na most ez csak azért érdekes ez az a szám, hogy elhelyezzük, mert több dolgot is ki lehet ebből olvasni. Nem csak az, hogy szerintem ez egy kicsi probléma, hogy most jó, nyilván nincs igazam, de hogy, hogy kicsi probléma ahhoz képest, amit, amit vetítenek belőle. Ö, ez a nagy aktivitású hulladék, és annak is csak egy frakció, hangsúlyozom, tehát itt az aktinidákról beszélünk, hanem az is, hogy miután ez a világon el van oszolva, tehát ez az összes országot jelenti, ahol Amerikától, mint a Japánig, még mindenütt vannak atomerőművek, értelmszerűen ezt a mennyiséget nem tud összegyűjteni, tehát mert ugye ez nem egy ország kezébe van, ez logisztikailag is egy lehetetlen feladat. És hogyha viszont így végig gondolod, hogy akkor viszont ez a relatíve kis mennyiség még ráadásul szét van oszolva, meg még a száz évet még leosztod egyre, hogy akkor évente nézem, vagy tíz évente, vagy bármi, akkor, akkor nekem azt mondja ez az egész, hogy, hogy, hogy ez riasztja el. Probléma. Nem súlyos, de hogy, hogy, hogy reménytelen is tulajdonképpen ezt most kezelni a 2020-as években, ez lehet, hogy száz év múlva kell csak kezelni, amikor már elég sok lesz hozzá mert egyszerűen nem, nem, éri meg, tehát gazdaságilag sem éri meg rászervezni erre bármilyen logisztikát, vagy, vagy gyárat, vagy bármit, hogyha tényleg úgy akarnád, hogy összegyűjtöd, csak reciklálod, meg nem is, nem a politikai lesetot kezdeni. Tehát mi az, hogy egyik országból a másikba átvized, ez csak akkor lehetséges, hogyha megvannak meg megfelelő ilyen megegyezések, tehát az, ez, nem így működik. Ez, a, ez az igazság. A Franciaországon persze csinálnak olyat, nem csak ott, de mondjuk direkt őket hozom mindig példaként, hogy hogy, hogy kiégett fűtelemet újra feldolgoznak, és ami abból hasznosítható, tehát még hasadóképes urán, meg van benne persze plutónium is, az is hasonló képes, tehát a plutónium is olyan izotópia, ami hasadóképes. képes. Ugye mondtam, hogy egy százalékkal fejezi be az életét, amikor kiveszünk, még van benne, azt az egy százalékot, meg, meg a megfelelő mennyiségű plutóniumot mellé, tehát hogy együtt kivonják a kettőt és akkor összegyúrják és csinálnak új fűtelemet, tehát ezt, ezt mox is hívják, kevert oxid, mixed oxide, azért kevert oxid, mert urán és plutónium oxid is van benne. Tehát ezt a úgynevezett mox vagy ilyen újra üzemanyagot, ezt egyébként eladják, tehát ezt ez még beteszik egy ilyen normál atomerőműbe, ami, ami, amit, amit ma is működnek. És ez megéri, tehát hogy kevesebb bekerül hát, pénz meg energiába létrehozni? Igen, ezt hát, létrehoz, igen, igen mert, mert a maradék, érintjük. tehát amit, amit ilyenkor nem hasznosítanak, azt viszont tudják kompaktálni. Tehát a Belgium, ja, hogy én igen. Belgiumban láttam egy Értem. ilyen példát biztosan máshol is, hogy, hogy ők beszállítják Franciaországba az ő kiégett fűtőelemüket ott nekik ezt feldolgozzák, a hasznosítható részét fügtelemként kapják vissza, Aha. a nem hasznosítót pedig összetömörítik és beöntik egy ilyen üveg, mit tudom én, valami csomagba, az és az 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 utána ezt kapják vissza, és azt az üveget ők betárolják egy ilyen tárolóba, de értem szerint akkor már kisebb a térfogata. Értek, Tehát ezért. tárolni is gondolom, nem kell ennyi védekezés. Igen. Igen. Az aggályoknál én azért felsorolnék még néhányat, nem kell mindegyikre reagálnod, csak azért, hogy elhangozzék Eleve a radioaktív hulladék kezeléséről volt szó, a nukleáris fegyverek elterjedésére és annak való felhasználására azt mondják, hogy nagyon magasak a kezelési költségek, hogy korlátozottak az uránkészletek, a környezeti hatást azt érintőlegesen szóvá tettük. Szóval itt van egy olyasféle tényállás, hogy jelenleg valóban úgy fest, hogy az atomenergia az az egyik leghatékonyabb és a legjobban üzemelő üzemeltethető energiaforrásunk, viszont az emberi félelmek miatt, és lássuk be azért sokszor, ez teljessége jogos, nem annyira akarjuk ezt használni. 440 energia, vagyis atomerőműről beszélünk, hogyha rajtad múlna, akkor forszíroznád de a döntéshozókat arra néző, hogy minél több atomenergia épül, igen, atomerőmű épüljön a mai napig, és mit gondolsz arról, hogy elkövetkezhet-e, eljöhet-e az az idő, amikor mondjuk fúziós reaktorra leszünk képesek? Na, ez egy nagyon szép kérdés egyébként, tehát ez, 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 lehet, hogy egy kicsit engem is segít kiragadni ezekből a technikai részletekből. egy filozofikusabb kérdés, tehát <laughs> teljesen őszintén én nem akarom meggyőzni a döntéshozókat. Tehát én abszolút el tudom fogadni emberileg, hogy, hogy valamit nem szeretnek az emberek. Tehát ilyen azt mondom, hogy ez, 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 ez legitim. Azt, szab, azt viszont meg kell értenie, mindenkinek, tehát hogy akkor oké, okay, van ilyen. Tehát ez a lehetőség, ez megvan, hogy nem szeretem, nem akarom ezt alkalmazni. Amit meg kell érteni, hogy viszont ára van. Tehát, tehát hogy, hogy mindennek van ára, annak is, ha használom az atomenergiát, meg ha nem. Szóval azt, azzal nem értek egyet az a diskurzusra, amit manapság azért számos helyen azért lehet hallani, vagy amit én legalábbis elcsípök a médiából ilyen beszélgetésekkor, hogy, hogy az az, az, az illúziót valaki az emberek elé tárja, hogy nem kell atomenergia, mert helyette tudsz használni mondjuk megújuló forrásokat, vagy nem tudsz. Nem És nem tudsz. Tehát, tehát ugye, hogyha a Gelencsér Andrásra gondoltok, ugye a Veszprém Egyetemre, vagy Pannon Egyetemre, Aha, rektora, ja. ugye ő ő tartott egy elég hatásos ilyen interjút, meg ott gondolom többet is, mert Na, gondolom, nem. Igen. igen, tehát ugye neki volt egy ilyen viszonylag, hogy mondjam, nagy hatású interjúja, ugye a tavalyi évben, vagy tavaly előtt, nem is tudom, tavaly talán, igen. Ö, nagyon egyetértek vele. Nyilván ővel is lehet vitatkozni a részletekbe, stb., de, de azt hiszem, amire ő rá akart világítani, az nagyon valid. Tehát azért egyébként önmagába persze feszegethetjük azt a kérdést is, hogy, hogy miután ő is azt mondta, hogy ugye teljesen mindegy, hogy milyen erőforrásokat használunk, azért a végtelenség nem lehet növelni a, hogy mondjam, a használatot, vagy az emberiség létszámának a növekedését nem lett a végtelenség. Nyilván előbb-utóbb minden erőforrás elfogy, hát azért ez az atomenergiára is persze igaz. Tehát most ugye most egyezünk meg annyiban, hogy már csak azért sem érvehetek az atomenergia mellett, mert legfeljebb az, hogy csak húzom azt az időt, amíg az emberiség itt szenved a Földön, hogy akkor még tovább, még tovább növekszik, és akkor majd legfeljebb nem 10 milliárd embernél van a vége, hanem 12-nél. Érted? Uh -huh. Tehát jó, értjük egymást. Igen. Tehát nem, nem kelthetem én se azt, hogy akkor ez meg megoldja. Nem erről van szó, de hogy, de hogy ha, ha, nem használod az atomenergiát, vagy nem azzal termelünk hőenergiát, villanyt, mert egyébként az atomenergiát használhatnám, ami amúgy priméren hőenergia előállítása, és nem kötelező nekem villanyt csinálni, akkor viszont az alternatíva az, az tényleg a, a foszilissel kombinált megújuló, legalábbis a mai felfogásunk szerint, és mondjuk reménykedünk benne, hogy a megújuló energiák alkalmazása mellett hamarosan be tudunk vezetni olyan technológiákat, amivel mondjuk, mondjuk előállítunk hidrogént, mint, mint energiatároló vagy energia igen, energiatároló közeget, mert ugye az nem forrás, tehát a hidrogén nem, nem forrás forrásként, neki van belül kell a hidrogént, és utána tudjuk csak felhasználni. Tehát, hogyha tudjuk kombinálni azt, hogy hogy, hogy, a napenergiát valamilyen más technológiával hasznosítjuk, és a tárolást megoldjuk mondjuk a hidrogénnek a előállításával, kezelésével, és aztán annak az átalakításával, akkor a mai rendszerünket is el tudjuk képzelni egy ilyen kombóval, de azért legyünk őszinténk, ez, ez most még nem működik. És Hogy a konkrét számot? Igen. Paks az jelenleg Magyarország villamos energia igényének hány százalékát képes elrajtani? Hát, hát ugye körülbelül a, a, az igényeknek ez a, az a 40 százalék, tehát felénél kevesebb a a termelésnél láthatsz ilyen számokat, ugye amikor arról beszélnek, hogy a, ugye a kétféle számot szoktak mutogatni, hogy a, a magyar villamosenergia termelésben hány százalékot képvisel a uh -huh. parkoló, 50 százalék uh -huh. körül tud. A felhasználásban ö, kevesebbet, 40 vagy akár 30 de valamennyit. Mi a különbség, a, a különbség az, hogy ugye importálunk is nagyon sok Igen. esetben, nem 100, tehát nem minden pillanatban, de azért Átlagosan Igen. egy évben rengeteget importálunk, és akkor az import hozzájön még a forrásokhoz. Uh -huh. A termelési oldal fele, hát ugye úgy nézzünk ki nagyjából, hogy ugye a paks mellett még a mátra uh -huh. a szénerőművünk az működik. Ugye ott is már számolják az éveket, vagy a napokat hátra, hogy meddig és akkor most ugye beindult egy nagy tervezés, hogy, hogy legyen az legalább tartalék gázerőmű arra az esetre, hogyha ezek most itt mind kieregednek, meg esetleg ugye növelni akarjuk a, a, fo, a fogyasztást, mert jönnek ilyen nagy gyárak, meg mit tudom én, és akkor, akkor legyen, tehát a gázerőmű az fog kellene most a, a hangsúlyozom, a mai technológia, és ez a mai alatt és az, hogy mostantól még akár egy 10-15-20 évig is, tehát tehát az, hogy hidrogénről beszélgetünk így a sajtóban, hogy majd lesz hidrogén, és akkor nem kell semmi más, azért az minimum 20 év. Tehát ez nem tud előbb lenni, mert ugye, hogyha most te most kitalálod, tehát most van laboratóriumi, vagy ilyen demonstrációs szinten, akkor mire abból egy bevezetett technológia lesz, hát az, azt az látjuk, hogy mennyi mm -hmm. idő, tehát az, az, nem két nap. És hogyha ki akarnánk váltani zöld energiával, zöld, zöld. Billa, uh, napenergiával és szélturbinával pasnak a működő akkor van arra számítás, hogy hány darab ilyen... Hát ki lehet számolni. Nézd, az a helyzet, hogy persze ez állandóan változik, mert a szélturbináknak folyamatosan emelkedik ugye az egység teljesítménye. Ugye hogy is vannak ezek, hogy most már ilyen ilyen 10 meg 20 megawattos turbinák vannak, hát oszd el azt a 2000 mm -hmm. tehát a 100 turbina, nem tűnik soknak, csak igen, nem, de egy 20, 20 megawattos turbiná, nem tesz egymás mellé szorosan, tehát mm -hmm. akkor annak helyigénye van. Tehát a szélből nem azért az elég helyigényes lenne, tehát most nem tudom neked megmondani, írtam, mert én most nem mm -hmm. végeztem el ezt. Val Jó. Sokszor elvégezték nap, tehát ha akarod, akkor tudhatod. Napenergiával, tehát ilyen nap táblákkal vagy nappanelekkel ugye már most elérték, de, de, ez megtéveszt ez a szám, tehát már ma, ma ö, be van építve annyi nap ö, panel, ö, amennyi paksnak a csúcs teljesítményével azonos, csak hogy ezek csúcs teljesítmények, ami azt jelenti, hogy ennyi sose jön ki belőle, tehát ugye a, a 2000 megawatt ö, ö, beépített teljesítményű napelemből, te nem fogsz kihozni 0-24 órában hmm. 2000 megawattot, ugye, hanem akkor Magyarországon nem is tudom, mik az arányok, hogy ilyen egy harmadát, vagy nem is tudom, mennyit Tehát, tehát háromszor annyit kell építsél, mondjuk egyébként lesz annyi, megjegyzem. Tehát lehet, hogy átlagosan kapacitásban be fogunk építeni Magyarországra annyit, amennyi ki tudná váltani a paksót, ha süt a nap. Mi van, ha nem süt a nap? Tehát az a problémám az az egészen, hogy, hogy lehet, hogy nagyon kevés idő az, amikor nem süt a nap, meg nem süt a szél, mert lehet, hogy csak mit tudom én, két hét, vagy egy hónap maximum egy évben, hát mi az nekünk, majd akkor addig visszafogjuk a levegőt, tehát nem utazunk a metrón, meg nem töltjük a telefont. Na, de azért az egy hónap kedvéért viszont a, azért a a villamosenergia hálózatban nekünk be kell építeni valami rendszert, mert itt az emberek nem, nem élik túl azt az egy hónapot. Na de ha meg beépítek egy gázturbinát, vagy atomerőmet, vagy akármit a rendszerbe, akkor mi a felének csináltam ezt a megújulót? Igen. Tehát tulajdonképpen duplán csinálom. Most egyébként, ha megnézitek a német energiahálózatnak a statisztikáját, a Google-be üssétek be, hogy ilyen, nem is tudom, hogy Németország, nem is tudom, milyen keresőszavakkal szóval hogy ilyen energiatermelési adatai. Mit fogtok látni? Szó szóval szerint azt fogjátok látni, hogy a, ugye az lehet tudni az energivendében, ők elkezdtek napenergiát Igen. meg szélkerekeket építeni. Ezt mit tudom én, 2000-es évek óta csinálják óriási ütemben a napenergiából származó bevételt, ugye azt a német állampolgár visszakapja, mint hogy itt is, hogy ugye kap, kap, érte kompenzációt. Nem is olyan nagyon régen, a, azt hiszem a Financial Times volt valami cikk, hogy egyébként Németország erre bizonyos ilyen kompen, nem, nem kompenzáció, hanem visszatérítésnek, vagy minek hívják ezt, annyit költ el évente, mint, mint a két paksi blokk, amit most akarunk építeni. Ez egy pár évvel ezelőtt volt ilyen adat, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy amennyi kapacitást ők beépítettek, nap a nap plusz a szél, tehát ez a két megújuló együtt, ma már pontosan annyi, mint korábban az összes többi volt. És az a korábban összes többi volt, az ma is megvan, tehát nem állították le. Tehát gyakorlatilag a van a f... az, hogy de a az atomot. De, a, de az, ja, a de az mit tudom én, az Aha. ilyen tizen pár százalék volt a fénykorában, aztán most maradt három blokk, ami 3%, vagy nem tudom mennyi, tehát igazából uh -huh. már semmit nem jelent de a fosszilis, tehát a gáz, olaj, meg nem tudom, szén, ami náluk van, ennek az összkapacitása, ami most be van építve a német rendszerbe, az körülbelül ugyanakkora, ilyen 100 gigawatt fölötti, mint amennyit a nap meg a szélből beépítettek. Tehát gyakorlatilag ő, ha igaz lenne, de nem igaz, akkor tudná helyettesíteni a nappal meg a széllel a foszilis, de nem, nem. tudja, valójában nem, valójában nem ez történik. De akkor miért húzták fel ezt a rettenetes infrastruktúrát? Tehát, hogy akkor mi, mi az oka annak? Hogy... Hát, hát nézd, azt hiszem, hogy kiderült azért, nem? Tehát ő nem tudom, hogy a sorok között azért olvastok, hogy, hogy, mi, hogy mi, mi lehetett. Lehet? <laughs> nehéz, nyilván nehéz megtipelni, hogy hogy mi volt az emberek, mondjuk a politikusok nem történt, és az a fejében, hát most itt találgathatunk, tehát ezt most akkor tegyük így zárójelbe, hogy ez egy ilyen informális beszélgetés, és amit tudom én, hogy mire gondoltak. De hogy mit olvasok én ki a, a történésekből? Ugye, amikor volt tavaly, ugye elindult ez a bizonyos konfliktus, az orosz-ukrán háború, és akkor ugye egyszer csak kiderült, hogy drága a gáz, meg milyen probléma minden, és akkor elkezdtünk jobban beszélni arról, hogy jé, hát Oroszország és Németország között van egy, egy északi áramlat, sőt, annak is kettő ága. Az új ágát már nem tudták üzembe helyezni, mert ottan mindegy, most nem ragozom, hogy ki és miért nem engedte, mindegy. Tehát, hogy, hogy van egy, van egy északi tehát Oroszország és Németországot egy nagyon nagy kapacitású földgáz csővezeték kötötte össze. Miért? Tehát, hogyha most ha ő beépítette ennyi megújulót, akkor miért kellett neki ennyi gáz? Uh -huh. És amikor felrobbantották, az miért volt neki akkor a probléma? Uh -huh. Hát azért, mert ő arra készült, hogy tulajdonképpen a, ugye a szénerőműveket majd azért kivezeti. Mondjuk nem sikerült neki, tehát inkább épített újakat, mint kivezette volna. De hogy majd ő azért idővel ezt kivezeti, hiszen megígérték a német állampolgároknak, hogy hogy, hogy tisztítani fogják ugye a levegőt, és akkor gázerőművel fogják kikompenzálni ugye a megújulókat. Tehát alapvetően, ugye, miután leállítja az atomerőművet, a szenet ki akarja vezetni, akkor marad a gáz neki. És az, hogy, hogy ez tényleg így van, tehát hogy ő tényleg akarta használni a hosszú után a gázt, arra meg az a, az a demonstráció, vagy a bizonyíték, hogy nem csak hogy a Nord megépítették, hanem építették az új ágát mm -hmm. is. Hát miért építette 2000, nem tudom én, 20 vagy 10 valahányban az új ágát, hogyha egyébként meg tele van megújulóvát? Azért, mert pontosan tudta, hogy neki a gázra szüksége lesz, mint kiegyenlítő kapacitásra. Mm -hmm. Hát ez, ez elég egyértelmű. Akkor csak fúziós energiára van szükségünk. Hát nézd, nem tudom, hogy szükségünk van-e, vagy, vagy mondjam, így is lehet. Tehát gázal, van. Ez hát gázzal is lehet. Tehát most én, nem, én nem azt állítottam, hogy most a gáz az rossz, tehát ne, most ne értsetek félre. Én nem, én nem állítottam semmiféle minőségi ízét, hogy most ez rossz mm -hmm. vagy nem. Tehát így is lehet, úgy is lehet. Most az, hogy szeretnénk fúziós energiával villanyt termelni, tegyük fel, hogy akkor abban az időben, hogy csak villanyt akarunk, éppen termelni hőenergiát, és most teljesen mindegy. Az a vicces különben, hogy a fúziós erőmű abban a koncepciójában, hogy ma létezik, tulajdonképpen ugyanúgy akar működni, mint a atomerőmű, Igen. illetve ugyanúgy, ahogy a hagyományos erőmű, Tehát, hogy meleget állítunk elő, Igen. és aztán azt a meleget aztán konvertáljuk villamos energiává. Érdekes, nem? Hogy, hogy, hogy ettől nem szakadtunk el. Igen. Tehát ez, ez azért vicces. A másik az, hogy De a... Neked van elképzelésed, vagy más megoldás? Nincs, nincs, abszolút. Na, hát én nem, 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 is szeretném, ha nekem, hogy Isten mencs, tehát, hogy tehát, hogy, hogy ezt csak így megállapítjuk, hogy, hogy ez így van. Na most a másik megállapítás az az, hogy ugye a fúziós energia ugye, sűrűbb, tehát, tehát hogy ugye szokták ezzel reklámozni, hogy még sokkal kevesebb üzemanyaggal tudsz termelni rengeteg energiát. Tehát, tehát tulajdonképpen jól átvezetni az emberiséget, hogyha még tovább nőne a létszámunk, meg, meg, meg hogy mondja, még kevesebb helyünk lenne energiát előállítani, meg kevesebb erőforrásunk, akkor tulajdonképpen ez, ez egy további reményt adna arra, hogy, hogy óriási létszám, a bolygón tulajdonképpen még eltartsuk magunkat. De ugye érzitek, hogy miután most jelen pillanatban 2020 -a most ott tartunk, hogy tulajdonképpen még, még akár a, a szénerőműveket is használhatnánk, mert most nagy bajunk nincs. Azok, politikai, politikailag nem szeretjük, de végülis miért ne használhatnánk, vagy a, vagy a gázerőműveket és a abszurdum az atomerőműveket is. Tulajdonképpen az egész fúziós erőnek a kérdése nyugodtan jöhetne akár egy 50 száz év múlva. Tehát én, én most így magánemberként azt kérdezem, hogy most miért is rohanunk, vagy, vagy, vagy mi, az, ami miatt hát, nekünk az kéne azért, szaladni. a Gerencsér is mond, hogy, hogy kivágtuk magunk alatt a fát, hogy az emberiség sorsa meg van pecsételődve. Hát, az egyébként is, tehát az most, hogy mondjam, tehát érted, a, a filozófia van? az az, hogy, hát filozófia az az, hogy most, ha, ha, hogy mondjam, ö, akkor, akkor adjunk ugye ö, sűrűbb energiaforrást ez az emberiségnek, és akkor ezáltal akkor nyilván megnő a létszám, de akkor az is kevés, tehát ahhoz is, mert, mert hogy a létszám, tehát itt az a kérdés, hogy mekkora a létszám az emberiségnek. Hogyha kevesebb lenne a létszám, akkor akkor kevesebb erőforrás is elég lenne. Én uh -huh. szerintem nem a, nem a minőségén, hogy most akkor fúzió vagy atom, vagy ez, ez, ez csak elodázza a kérdést. Tehát itt, itt nem, nem ez a kérdés, hanem az, hogy mekkora a létszám. Ha a létszámot nem korlátozod, és azt hiszem itt, 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 jön be ez a politikai csavar, ugye? Tehát, hogy, ugye, hogy, hogy azt hiszem, hogy a római klubnak, nem ott voltak ilyen, ilyen megjegyzései, hogy, hogy, hogy az emberiség létszáma, tehát, nem, nem, jó az, hogy nő, nő, nagyon minden határon túl a létszám. És, de, mit, de mit csinálsz? Hát nem tudod, nincs egységes akarat a Földön, hát itt különböző országok vannak, de nem azt mondom, hogy valaki, egy maga eldönt, tehát ilyen nincsen. És ennek vagyunk az áldozatai, nem? Mert hogy, mert hogy nem tudjuk egységes akaratba foglalni, hogy a létszámot korlátozzuk. Ha tudnánk korlátozni, akkor nem, nem lenne igazán érdekes, hogy most akkor melyik technológiával állítod. De persze a levegő tisztasága, meg a klímaváltozás, mirentől. tehát ezeket igen, azért mi mérlegelhetnéd, de ő magában nem, nem ez a kulcs szerintem van a létszám a kérdés. Az hogy, az, hogy milyen gyorsan zabálod föl az erő. De szerintem nem csak ez, tehát hogy a, a, a létszámban, meg a, a kontrollátlan minden jellegű növekedésben nem csak a. a, a a populációnak, hanem, hanem az összes az energiaigénynek a fenntartatlan, ugye gazdasági, vagy társadalmi értelemben fenntartatlan gazdasági mutatóknak, vagy ilyen, ilyen fantom buborékoknak a növekedése, ami embereknek soha nem látott tömegeit tudja nyomorba dönteni most, meg, meg az az rendkívül aránytalan ö, javak és energia és kalória eloszlás, ami a földbolygón uralkodik. Tehát, hogy ez, ez ahogy szokták is mondani, ugye a, a Gerencsér doktorék, meg a, a, Szalóci Zsolt, meg a Balázs, hogy, hogy ez egy ilyen polikrízis. Tehát, hogy annyi uh -huh. sebből vérzik az egész, Igen. és Igen. én tök megértem, amit te mondasz, hogy most igazából nem mindegy, hogy még azt a maradék száz évre elegendő foszilis energiát égetjük el, vagy azt a 130 évre elegendő könnyen kibányászható uránt, vagy a 250 évre elegendő konvencionális mélységben lévő uránt. Tehát igazából végül is így mindegy, de Azért, hogyha ha, ha, egy kicsit, szerintem, hogyha össze akarjuk szedni magunkat, akkor muszáj vagyunk. Nézzétek, itt van ez, a, ez egy 18-as, sajnos nem látod, ne haragudj, ez a, a legfrissebb, amit találtam, 18-as ICCP jelentés, és itt például ez az ábra azt mutatja, le van bontva a szén, a gáz, a nukleáris, a vízenergia, a megújuló energia és a, a szennyezési grafikont látod. Ez itt a... Ez itt a nukleáris, itt a legvégén ez. Látod? Ekkora az összes, és, és az meg És uh, egyébként sok ilyen ábra még költségek, uh, nem tudom, az energiatermelés per befektetés aránya életciklusra lebontva. Szóval, hogy, hogy uh, én értem ezt, hogy, hogy végül is a kulcs az lenne, hogy ne legyünk uh, 10 perc múlva még két milliárdan, aztán meg megint, de azt hiszem, hogy, hogy nem, még csak nem is ez a, a legnagyobb probléma, tehát azt gondolom úgy, hogy az energia problémával, úgy, hogy a népesség problémával, úgy, hogy a javak elosztásának a problémájával nem az a végső gond, hogy mennyi, hanem az, ahogy létezünk most. Tehát senki nem hajlandó arra, hogy, hogy megfogja azt a nyilvesztőt, és így kiszakítsa a testből, hanem mindenki csak így nézegeti, hogy igen, ez becsapódott is. <tosz> hát ez meg azt okozhatja, de hogy igazából az a gond, hogy, hogy, teljesen igazságtalan és aránytalanul élünk globális szinten, szerintem. Egyetértek veled, és nyilván nem ezt a választ vártatok tőlem se a korábbiakban, hogy én most, tehát gondolom arra számítottatok, hogy megérvelem, hogy is akkor az atomenergia az ja, igaz. Nem, a, nem tehát, de semmire. hogy persze, tehát el lehetne mondani azt az oldalt is ennek, hogy amivel az egészet indítottam, hogy miután ez egy sokkal sűrűbb energiaforrás, az erre épített technológia biztosan kisebb lábnyomot hagy, ugye? Tehát, hogy de az én felfogásom szerint, most tudom, hogy ezzel mások esetleg vitatkoznak, mert a kosztról beszélnek, meg a nemtől, meg a járulékos költségekről. De muszáj neki. Tehát, hogyha csak a fizikai képet nézed, akkor egy ja. sűrűbb energiaforrással muszáj, hogy mondjam, egy takarékosabb megoldáshoz jutnod. Uh -huh. Ez világos. Tehát ez, ezt kell szerintem fejbe tartani. Tehát, hogy minden, tehát ez a nagy kép. Aztán a részletekről már elmerülhetünk, hogy akkor most a, mit tudom én, milyen napelem tábla, mert nem tudom, ez a teljesen lényegtelen a dolog. A nagy kép az ez. Tehát valójában, és a fúzió is, ebbe ezért bízunk ez a fúzióban, meg, meg, meg amiért beszéltem, ez a reciklálásról az, az urán, vagy ez a kiégett fűtőm ja. reciklálás a kérdése, az ugye egy, egy olyan eszközt adna a kezünkbe, ami ezer vagy tízezer évig tudná ezt a technológiát olyan használatba adni, amivel ugye takarít, tehát ugye azt, az üzemanyagot, vagy azt a forrást, amit kibányáztunk egyszer a földből, azt az, az sokszor vissza tudnánk forgatni, és hát az, az beláthatatlan, ugye? Tehát egy ilyen, ilyen sok ember keresztül tudnánk energiatermelésre fogni, hát ez nagyon jól hangzik. Tehát nyilván ez a pozitív oldal, nyilván ezt vártátok tőlem, hogy van és nem azt, hogy egyébként tök mindegy, hogy ezt használom, mert ha egyébként meg úgyis túlnépesedünk, akkor teljesen mindegy. De, de igen, tehát egyébként a, tehát a, technoló, tehát a technológiai fejlődéssel azért megcélozhatnánk, tehát hogyha lenne elégeszünk, hogy már úgy, 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 úgy globálisan, tehát okay. csoportosan lenne elégeszünk, hogy belátásunk, megcélozhatnánk egy ilyen, egy ilyen tisztább jövőt, ahol az atomenergiának egy ilyen takarékos felhasználását választjuk, visszaforgatjuk a, a kiégett üzemanyagot, mindent kipréselünk bele, amit, amit lehet, ugye, akkor nem kell állandóan új atomerőveket se építeni, meg, meg nem tudom, tehát értitek, szóval az összes ilyen dolgot megtakarítom vele. És akkor ugye villanyt állítanék elő, persze nyilván azt választanám, hogy villanyt szeretnék elő, esetleg olyan atomerőket is építhetnék, amivel magas hőmérsékleten működhetem, és hidrogént állítok elő a vízből, tehát, tehát és akkor a hidrogént használom föl, vagy szállítom, vagy nem tudom. És akkor az egész ilyen, ilyen borrasztóan klasszul hangzik, hogy tiszta, meg ugye nem bocsátok ki a levegőbe semmit. Meg tehát tehát ez, ez mind működhetne. Igen, tehát ez, ez, ez lehetne, de azért mellé oda kell tenni, hogy azért a Uh, oké, okay, de, de akkor azért ne engedjük, hogy akkor minden határon túl szaporodjon az emberiség, és hogy itt vissza, vissza és akkor miért, szab, egyébként miért szaporodik? Tehát, hogyha így, így most ezt a technológiát használom, akkor miért gondolom azt, hogy szaporodik? Azért, mert az atomenergiával, azzal, hogy sűrű az energiaforrásom, és ezzel álltok energiát, automatikusan azt az üzenetet is közvetítem, hogy ez egy olcsó, tehát az így előzett, az energia olcsó, és azt hiszem egyébként itt, itt jön vissza az, hogy ha olcsó energiát adok az emberek kezébe, vagy a társadalomnak a rendelkezésre bocsátom, olcsó, akkor elkezd vele pazarlóan bánni. Ugye? Tehát, tehát ugye itt az, az, ár furán hangzik, mert ez egy ilyen emberek által keltett mesterség, ez a nem természeti dolog, de mégis az ár kértése, tehát hogy mit, mit, mondok, olcsó az energia, vagy drága, na, azzal egyébként nagyon érzékenyen tudom befolyásolni azt, hogy, 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 hogy nő -e a populáció, mm -hmm. vagy nem, igaz? Ez elég csúnyán hangzik, de így van valahol. Hát, és, és a, azt hiszem, hogy a, amikor a 70-es években, 80-as években elkezdtek egy kicsit politikailag szembe menni ezzel az egész atomtechnikai fejlődéssel, akkor benne volt, én amennyire így olvasgattam ennek utána, hogy a, a politikai döntéshozatal befolyásolta ez a körülmény. Tehát, hogyha ha olcsó az energia, azzal nem biztos, hogy a megfelelő célt érjük el. Tehát akkor, akkor lehet, hogy túlszaporodunk, ugye? Tehát bizonyos helyeken egyszerűen, és, a, és a, azért leszünk bajba. Mert akkor az egyéb erőforrás, ez nem fog elfogyni, de az egyéb erőforrásaink majd elfogynak. Okay. És akkor ez nem biztos, hogy jó út, hogy, hogy olcsó az energia. Szóval értitek, azért valahol lehet, hogy ez nincs kimondva, mert ez nem politikailag korrekt, de azért igen. lehetséges, igen. hogy ez egy befolyásolt tényező volt. A baleseteken túl, mert volt akkor az a Csernobil, mert Slim Island, Csernobil, majd hát nem majd, hanem akkor az volt. Tehát ez biztos befolyásolt, de nem, de nem hinném, hogy egyébként a világon minden országban olyan óriási hatása volt mondjuk a Csernobilnak, hogy egyébként ennyire egységesen visszatudta volna fogni. Uh -huh. ezt, e, ezt stúlzást ez is túlzás de... Hanem valahogy ez, ez a politikai meg igen. ez, hogy most akkor jó is -e ez, hogy olcsó az. Értetek ez valahol egy ilyen? Én nem tudom, hogy ma Magyarországon összességében milyen az atomenergiához való általános viszony, de azt hiszem, hogy azt kell mondjam, hogy a paks 2 kérdése az jelentősen negatív irányba befolyásolja, és meg tudom ezt is érteni. Mégpedig azért, mert én azt gondolom, hogy ha már egy ilyen jelentős, az egész ország működését alapvetően meghatározó, Beruházás történik, akkor nem lehetne ennyiféle titkosított szerződés. Az emberek nem látják át a működésnek a mechanizmusát, hogy milyen veszélyekkel jár, hogy, hogy milyen bankokkal kötök szerződést. Rengeteg olyan kérdés van egy ilyen beruházás kapcsán, amihez szerintem könnyedebben hozzá kellene jutnia az embernek, és mivel ez nem történik meg, és azért lássuk be, hogy ebben az országban. Nem lefelé, hanem éppen fölfelé mutat az a diagram, hogy milyen a korrupció iránya. Ebből kifőleg gondolhatják az emberek azt, hogy hát mi át vagyunk verve. Hm. És ez ö, hozzájárulhat ahhoz, hogy még erőteljesebb negatív hatása van az atomenergia megítélésének. Én úgy ültem le ma veled beszélgetni, hogy én vagyok az kettőnk közül inkább, aki aki skeptikus az atomenergia kérdésével, de nagyon sok mindenben árnyaltad a képet, még számomra is, és hát kíváncsian várom, hogy az emberiség az mit fog tudni lépni, illetve hogy milyen energiaforrás fogunk használni, az úgy látszik, hogy tényleg mindegy. Más gondjaink is vannak. Ja. Igen, ez egy összetett kérdés. A reagálatok erre hogy a felvetésre, de hogy most hogy, hogy állunk így a mert Tehát ez a, ez a kérdésed, is, az atomenergia megítélése, meg a társadalomban meglévő kép, meg a bizalom, ez is azért elvezet egy kicsit más vizekre. A kormányzat működik, ahogy működik, ez nem az én asztalom. Annak idején, szakértő szervezetként mi a megfelelő fórumokon, tehát akiket mi el tudtunk hivatalosan érni, mi jeleztük a mi intézetünk részéről, hogy nem értünk egyet azzal, hogy a, a műszaki dokumentáció is titkosítva van mert úgy nem nagyon lehet dolgozni. Ha, ha, komolyan veszük a titkosítást, tehát ez az egész műszaki dokumentáció minden titkos, akkor ugye ahhoz olyan eszközöket, ugye számításnékai eszközöket kell alkalmazni, már úgy értem, hogy ahol dolgoznak ezekkel a dokumentumokkal, amik minősített eszközök, tehát megfelelő minősítés rendelkeznek, és akkor a teljes folyamatot, tehát képzeld el azt, amikor egy, Word dokumentumot a te számítógépeden, úgy kezelhetsz, meg úgy nyithatsz meg, hogy az a pendrive, amiről fölmásolod a számítógépedre, az egy minősített pendrive. Nem veheted meg a boltba, tehát ez nem így működik. A, a másolást egy, egy olyan szobában és egy olyan számítógéppel teheted meg, ami ezt a minősítést tudja, nem lehallgatható kívülről. Na most kizárólag lesz egy kutatóintézetnél, aminek az épületei, mondjuk 70 évesek, és akkor ott ülögélnek a reaktorfizikusok, akiknek meg kéne nézni a számítást, lefuttatni egy-két elemzést, hogy akkor jó volt az a számítás, vagy nem, és közben ezt az egészet úgy kéne csinálni, hogy időnként oda kéne loholni egy kiépített szobába, ott nevetséges. Értitek? Tehát az egész munkát lehessen, mi az, hogy nem beszélhetem meg valakivel, hogy na, érted. Tehát a kollaboratív, működést is teljesen el lehetetleníteni. Nyilván nem ez volt az oka, hogy ezt csinálják, tehát nem, nem ez volt a cél. Valamilyen egyéb cél volt, amiről nekünk nem kell tudni, de, de jeleztük, hogy hát azért a munkát jelentősen megnehezíti. Na most nyilván semmi hatása nem volt az, hogy mi jeleztük, hát ez senkit nem érdekelt. Engem sokkal inkább foglalkoztat az a kérdés, hogy a nukleáris energetika, meg, meg akik ebbe dolgoznak, azok egy ilyen elég nyitott, tehát egy, egymás iránt bizalommal levő nyitott szakmai közösséget alkotnak, ahol azért főleg azok a fő szabályok, hogy, hogy őszintén feltárjuk a hibákat, megbeszéljük, tanulunk belőle, nem, nem bűnösöket keresünk. Tehát hogy ennek van egy ilyen kultúrájának a szakmának. Például, hogyha most jön egy ország mondjuk be most 2000-es években, hogy ő akar atomenergiával foglalkozni, tehát ott nem volt még semmi, hanem mondjuk akar venni egyet egy ilyen építőtől, akkor ugye elkezdődik egy ilyen beszélgetés, hogy mi kell neki ahhoz, hogy ő tudjon atomerőmet építeni, akkor elkezdik neki mondani, hogy akkor nekik kellene működtetni egy hatóságot, aki majd ezt ellenőrzik, kellene neked egy, hát, nem kellene, de optimális lenne, hogyha lenne neked egy kutatóintézeted, esetleg egy, egy kutatóreaktorod, ahol te tudsz képezni embereket, meg ezt az egész kultúrát megtanulod, akkor az atomerőművön kívül azért legyen egy, egy ennek, a, ennek, legyen egy képzőbázisa, ha vagy belül, vagy kívül, de szóval legyen, ahol te képzel embereket, akkor legyen, mit tudom én, hulladékkezelő, tehát a radit hulladékkal bánó társaságod, és egyébként a társadalmat, a társadalom bizalmat, képviselő, vagy azt, hogy mondjam, közvetítő civil szervezetek, ugye, akik ilyen olyan oldalról ezt megtámogatják, és akkor köré egyébként automatikusan, az már nem kötelező, de automatikusan kinőhet az, hogy a, ugye vannak beszállítói egy atomerőműnek, meg hát ezeknek az említett szervezeteknek, akik tulajdonképpen időzőjelben abból élnek, hogy atomenergiát alkalmazol. Tehát mondjuk a Paksnál most mit tudom, mondhatnám az, hogy az ebédet főző vállalkozás, uh -huh. most csak ilyen profán példával, Olyan. de hát beszélhetnék ilyen ö, ö, alkatrészeket, pót alkatrészeket beszállított cégekről természetesen. Tehát Paksnak például lehet tudni nagyjából, hogy azért az a, az a rádiusa, a, a, akik ebből élnek, az egy, az egy jó nagy, tehát ilyen több megyét átfogó. Tehát azért Magyarország egy harmada, az így ugyanúgy függ a pakstól. Ez egy, ez egy, nagyon masszív, tehát sok embert megmozgató, és egy ilyen, egy ilyen élő valami, és hogyha ez kellően ki van építve, mondom, a társadalmi szervezetektől a hatóságig bezárulok, akkor, akkor ez az, ami a bizalmat megteremt, érted? Nálunk hol van a bökkenő? Mi a probléma? Hol van a szövedékben a luk? Az, hogy épül lefele. Az a bökkenő, hogy ez épül le. Tehát az, az De az része? Ö, civil ö, a civil szervezetek? A civil szervezetek, talán nem mondanám, hogy azok leépülnek. Az mert, oktatás biztos. Ugye például így van. Tehát, tehát ma lehet tudni, hogy a műszaki egyetemen van a bázis, tulajdonképpen a legerősebb bázis azért a, a hazai ilyen oktatásnak, tehát a nukleáris mérnök képzésnek. A én csodálkoztam rajta, hogy amikor eldöntötték a Paksi atomerőnél először, hogy üzemidőt hoztam, az a 2000-es évek második fele, kérdezgettem a műegyetemen dolgozó ismerőseimet, hogy na, akkor biztos megnőtt ugye a műegyetemen a jelentkezők száma, akik nukleáris energetikát akarnak hallgatni, és nem. Csak hogy azt várta volna az ember, hogy megnő, mert hogy az emberek látnak benne a fantáziát, hogy ha az atom előtt akkor, akkor ez egy jó karrier, és akkor yeah. ide uh -huh. megyünk, és nem. Senki nem elemezte, vagy nem tudom, hogy elemezte -e bárki ezt az egész jelenséget. Tehát az az, hogy minket körülvesz azért Európában egy olyan hangulat, hogy az atom az rossz. Uh -huh. Igaz? Most hiába döntött el Magyarország, hogy az atom mellett kiáll, és ebbe látjuk a jövőt. Hogyha mondjuk egy nagyon erős ország, mint Németország úgy döntött, hogy nem, és ugye azért a környezeti beléve egyéb országok is sorban mondták, hogy nem. Hát azért az úgy kihatással van azokra a fiatalokra, akik ugye eldöntik, hogy mi szeretnének lenni. Egyszerűen be kell látni, hogy ez a, ez a megújulós duma, tehát ez amivel itt most tulajdonképpen én, én nem értek egyet. tehát én most, Kiderült teh, már. mind egy most mit, ki mit gondol rólam, nem érdekel, de ugye nem értek egyet vele, tehát hogy azzal tulajdonképpen kábítani az embereket, hogy ez majd megoldja. Ez, ez szerintem ez egy, ez egy illúzió. És egyébként, amit, amit például ilyen ország, mint Németország is csinált az energiapolitikával, az a szó szerint egy Mert, valójában, amit csináltak, tehát egy dolog, amit mutattak, és amit csináltak, az más volt. Én úgy nézem, hogy egy, egy ökoszisztémának kell egy atomreaktor körül működnie, és hogyha az ökoszisztéma valamiért meggyengül, Részben azért, mert ugye körül, kül, minket körülvevő politikai közeg, ez az Európai Unió egy masszívan, ö, ö, hogy mondjam, antinukláris szemletet közvetít, és mi ezzel ugye nem tudtunk kellően szembeszállni, mert ez mi nem voltunk elég erősek, akkor szinte bármit csinálunk, ez minket legyengít. Én azt hiszem, hogy elég sok mindent helyre tettünk ezzel a atomos témával kapcsolatban, nem görög? Szerintem is nekem tök hasznos volt. Figyelj csak, még egy, egy dolgot nem kérdeztünk meg Ákostól, szerintem már a, a, a neutronok szintjétől elmentünk egészen a globálisig, viszont azt még hadd kérdezzem meg tőled, mint ember az embertől, hogy szerinted mi a boldogság, és neked mi jelenti a boldogságot? Ah, ez egy jó. jó. az szóval <laughs> <esetleg nezett> kérdése. <laughs> ha, 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 hasznosnak érzed magad, ha van feladatod, ugye? Tehát ez a, egyébként hát nem csak az én válaszom, tehát, de vallom. Tehát, hogy mondjam, mondjuk így, ezt nem én találtam ki, de vallom. Tehát ez a, az, a, az adja a boldogságot, azt hiszem. Hasznosnak, tehát feladatod van hasznos, vagy valakik számára fontos, vagy benne, vagy ugye? Tehát ez, a, ez az érzés, vagy ez a státusz az embernek. Ez, az, ez, én úgy érzem, hogy ez Ilyen válaszunk még nem volt, nem? Nem, nem. Egy egyénre -egy konkrétan így Igen. megfogalmazva. És szerintem nagyon sokat elárul rólad egyébként. Értem. Szerintem. Ákos, nagyon szerintem. szépen köszönjük, hogy Köszönjük az idődet. Köszönöm a meghívást. Srácok. Édeseink, ti meg vigyázzatok magatokra, és Léci, jelentkezzetek, subscribe-oljatok, kövessetek, küldjetek temérdek lóvét, meg energiát, meg mindent, de a legfontosabb az, hogy szeressétek egymást, és vigyázzatok magatokra. Köszönjük a figyelmet. Szavaztok. Sziasztok! Nagyon, <laughs> <laughs> no, de minden <laughs> Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft. Számítógépes infrastruktúránkat a Villa Apple biztosítja számunkra.